A dolgok eldőltek, most már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, és köszöntöm a stúdióban ma esti beszélgető partneremet, a dr. Kákai László politológust, a Pécsi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Karáról, akivel együtt fogjuk a ma estét tölteni, és természetesen Önökkel is. Arra kérem Önöket, hogy jó szokásukat ne hagyják el, küldjenek nekünk SMS-eket az itt látható elérhetőségeken, a 3030-140-es SMS számon, de akár hívhatnak minket az 510-008 és 009-es telefonszámokon is, de e-mailt is küldhetnek. Mi pedig majd küldjük az SMS-eket, nyilván gondolom vélemények lesznek, szurkolás vagy esetleg, ha kérdés lesz, hiszen lesznek politikus vendégeink is, de Kákai doktortól is lehet kérdezni. Hogy miről lesz szó ma este? Hát elsősorban én mielőtt ezt a menüt elmondanám Önöknek, azelőtt azt kérem, hogy nézzünk körül, hogy miről tudunk már most, és a legfrissebb adatokról tájékoztassuk Önöket, mert ez lesz a dolgunk ma este, tehát legelőször is megtudják, hogy hogy állnak a szavazatszámlálás eredményei. Nézzünk akkor egy országos listát, hogy a részvételi arány hogy zajlott. Tanár úr, legyen kedves akkor velünk egy kicsit ezt elemezni. Tehát az látszik, hogy Baranyában 24,24%-os volt. 48,24, én nem fogom mindig a század százalékokat kimondani, mert rettentő hosszú, de ez nem a legjobb eredmény az országban. Hát attól függ, hogyha összehagyjuk esetleg mondjuk a régiókat, és az alapján nézzük, akkor a Dél-Dunántúli régió elég jól szerepelt, a magas részvételi arányokat produkáló régiók közé tartozik, hát látszik, és a legmagasabb, és az észak-magyarországi régió legmagasabb. A részvétel adatokat tekintve, ha csak a Baranya megyeiket nézzük, ez is önmagában szerintem nem rossz adat, hiszen ha nézzük a 2002-es választást, itt is magasabb volt a részvétel, nem sokkal, kb. 1%-kal, mint 2002-ben. Viszont ehhez képest a pécsi adat valami alacsonyabb, tehát a legutóbbi, a 17-30-as feldolgozásnál a pécsi részvétel adat még 41%-os volt, tehát az körülbelül azért az majdnem 7%-kal alacsonyabb a megyei átlaghoz viszonyítva. Nézzünk akkor pécsi információkat, hogy áll Pécs városában a feldolgozás. Már 30% körüli adatokat tudunk egyébként, ami azt mutatja jelenleg, hogy Pécs városában jelenleg Tasnádi Péter rendelkezik 7695 szavazattal, dr. Páva Zsolt 6900 valahány szavazattal, közben elment előlem a képernyő, de 30,32% a feldolgozottság, és Tasnádi Péterrel van szó. Most megnézhetjük a táblázatot, esetleg a nézők is meg tudják nézni, hogy áll a helyzet. Igen. Tehát itt látszik, hogy... Igen, még elég alacsony, még, de elég gyorsan jönnek az adatok, tehát elég gyorsan töltődnek fel friss információkkal, illetve adatokkal. Hát 30%-nál mutatkozik ez a különbség. Látszik az adatokból szerintem, hogy mennyire lényegében szétszakadt a mezőny, tehát a négy jelöltből lényegében a két jelölt, az MDF és az SZDSZ igazán bele nem tud szólni ebbe a küzdelembe. Ez várható is volt, az előjelzések lényegében ezt prognosztizálták is. A két nagynál is volt egy előzetes várakozás, a mi adataink szerint is körülbelül 5%-on belül mértük a két jelöltet. Hát most egyelőre itt valamivel magasabb még, de még 30%-on vagyunk. Ó, hát még ez nagyon-nagyon persze, az még elején. Változni tehát fog. A választási tapasztalataink szerint így azért van. Még nagyon sok minden meg változhat. És sok, hát természetesen meg fogjuk mutatni a választókerületeket is, hogy hogy állnak, de addig elmondanám Önöknek, hogy mire számíthatnak a ma esti műsorban. Felvételeket készítettünk a szavazóhelységek lezárásakor, ott vagyunk a választási irodán, és ott is voltunk, meg a napközben is többször, meg most is ott vagyunk a Városházán. Végigjártuk a belvárosi, messzesi, uránvárosi, kertvárosi és a meccsek oldali területeket is, ezekről külön összefoglalókat készítettünk. A pártok képviselői, politikusok lesznek ma este vendégünk, akiket közösen kérdezünk Kákai úrral. Élő kapcsolatban vagyunk a Városházával, ahonnan Füzes Zoltán kollégánk fog jelentkezni. A riportokat pedig, azokat a riportfilmeket, amiket Önök ma láthatnak, Szender Mónika készíti. A pártok irodáiba is ellátunk, és majd meglátjuk, hogy amikor már komolyan veendő hírek vannak, akkor ők azt hogy fogják értékelni. Tehát arra biztatom Önöket, maradjanak velünk, mert mi folyamatosan mutatunk Önöknek adatokat. Már is a polgármester választás változott, 49%-os feldolgozottság, ez azért elég jó. Na nézzük, hogy ez mit mutat. Láttam, csökkent a szocialista jelöltnek az előnye, tehát most 2%-ra följött Páva Zsolt, tehát ez elég szoros
eredményt mutat. Most attól, nyilvánvalóan ilyenkor az adatoknál azt tudni kell, hogy érkeznek be, hogy dolgozzák fel az adatokat, attól függ, hogy melyik szavazókörből hozzák be, már területileg, és tudjuk, hogy a pártpreferenciákban területi vonatkozásai is vannak. Ön ezt külön lehet. Vizsgálja egyébként van, az egyetemi kutatásaiban, akkor ez mit jelent, hogy melyik a mondjuk a balosabb és meg a jobbosabb körzetek? Hát attól függ, hogyha ebben a szempontból, ha a választókerületeket nézzük, nehéz levonni különbséget 2002-hoz képest, hiszen ott gyakorlatilag a 24-ből 23-at nyert az MSZP-SZDSZ által létrehozott koalíció, tehát ebből maradandót nem, de hogyha nézzük, akkor vannak olyan területek, például Kertvárosnak a panelházas területei, Uránváros bizonyos területei, illetve Pécs-Keletnek a bizonyos területei, ahol elég magas baloldali támogatottság van. Na most innentől kezdve, hogyha jönnek a belvárosi adatok, a Mecsek oldalnak bizonyos területei, azok meg általában inkább konzervatívabb tradíció mentén szavaznak, ilyenkor, hogyha onnan érkeztek most szavazatok, lehet, hogy azért azok húzták fel ennyire a két jelölt között egy különbséget, de ez csak feltételezés még. Hát az előzetes felmérések mit mutatnak? Több felmérés is készült az utóbbi időben. Igen, hát ahogy említettem, mi egy héttel a választásokat megelőzően múlt hétvégén csináltunk egy vizsgálatot. Ott hiba határon belül volt a két jelölt, tehát az MSZP és a Fidesz közötti különbség. Azonban a mi adataink akkor még azt mutatták, hogy a bizonytalanoknál valamilyen nagyobb támogatottsága volt az MSZP jelöltjének a Fideszével szemben. De mondom, a bizonytalanok egy hét alatt változhatnak, tehát éppen azért érdekes ez a dolog, hogy egyrészt milyen részvételi hajlandóságot mutat ez a kör, tehát elmegye egyáltalán szavazni, és hogyha elmegy, meggondolta-e korábbi preferenciáit és esetleg máshogyan szavaz. Tehát ez az utolsó pillanatokban derül ki, különösen ennek a körnek, ahol nemzetközi sztenderek is azt mondták, hogy a bizonytalanoknak körülbelül a kétharmad az utolsó pillanatokban, napokban tönti el. Nézzük meg a pécsi körzeteket, hogy a pécsi körzetekből mit látunk, ezekben a körzetekben hogyan áll a szavazás. Mindjárt másodperceken belül meglátjuk. Addig azt kérdezném elsősorban, hogy milyen hatása lehet a közelmúlt eseményeinek a helyi választásokra? Lehetséges-e az, hogy gyakorlatilag az összválasztói létszámhoz képest, ugye 8 millió fölött van az országban a választói létszám, az összválasztói létszámhoz képest gyakorlatilag ugye szám szerint egy elenyésző tömeg, hogyha összeadjuk az országban összes tüntetésen résztvevőket, akkor se érhették el az 1 milliós létszámot. Ennyire befolyásolja a helyi választások eredményeit? Sajnos az a baj, hogy mi az ilyen demonstratív, vagy tiltakozó megmozdulásoknál mi tömegben gondolkodunk, és azt nézzük, hogy mennyien mennek az utcára, és az alapján ítéljük meg, hogy jelentős egy demonstráció, vagy nem. Azonban nagyon fontos, hogy ez egy folyamatos esemény volt, tehát két hete, amit a kiderült a miniszterelnök interjúja, azóta, vagy nyilatkozata, azóta folyamatosan az utcán vannak kisebb-nagyobb csoportok, és sok vidéki városban is. És azt kell mondanunk, hogy ez a téma kellőképpen tematizálta egyébként a közvéleményt. Tehát folyamatosan erről ez volt a közbeszéd, és elnyomta az önkormányzati választásokon azokat a helyi politikai ügyeket, amelyek egy önkormányzati választásnál a választópolgárokat valamilyen módon orientálta volna. Tehát van súlya, hogyha emlékezünk rá, a legnagyobb ellenzéki pártelnöke lényegében egy olyan népszavazásként azonosította az önkormányzati választást, amivel kapcsolatban az MSZP tiltakozott. Aztán utána meg azt vettük észre, hogy a hazugságnak megjelent egy baloldali, mármint kampányeleme a médiában, ami szintén országossá tette a helyi választást. Tehát kicsit az MSZP, ha akaratlanul is, de átvette ezt a fajta tematizációt, amit a Fidesz dobott be. Előfordulhat, hogy ez torzítja gyakorlatilag a választási szándékokat? Tehát aki mondjuk két hónap ezelőtt még úgy gondolta, hogy az egyik pártra szavaz, most szavazna a másikra, vagy nem szavazna arra, amelyikre szavazna? Hát valószínűleg a törzsszavazókat nem. Tehát valószínűleg akiknek szilárd pártpreferenciáik voltak, azokat valószínűleg nem tántorította el. Viszont az adatok korábban is jól mutatták, hogy mind a két párt olyan szavazókat is vonzott, amelyek nem kizárólag törzsszavazói a pártnak. Ők azok, akik hát bizonyos helyzetekben, bizonyos érzések kapcsán, attitűdök kapcsán szavaznak így vagy úgy. Na most, hát itt volt egy óriási elbizonytalanodás. Egyébként a szocialista párt győzelme óta folyamatosan amortizálódik a párt szavazóbázisa. Hát a 6-800 ezer szavazót veszített el közvéleménykutatók szerint a szocialista párt. Na most innentől kezdve ez egy érdekes, hogy akik most elmentek, azok nyilvánvalóan nem vagyok benne biztos, hogy itt a bizonytalanoknál ugyanolyan nagy baloldali szavazókat találnánk, mint amilyen volt tavasszal.
Köszönöm, közben azt nézzük, hogy hogy állnak a pécsi eredmények. Én is itt a monitorokat lesem, de a polgármester választás eredményeit még nem frissítették, és azt jelenti, hogy nagyon erre koncentrálnak a választási irodák mindenhol, így nem láthatjuk a kerületenkénti eredményeket, illetve láthatták önök, hogy nincsen feldolgozott állapotban még egyik sem, tehát innen nincs adatunk, semmi probléma. Azt tudjuk megnézni nagyon gyorsan, hogy a baranyai városokban hogy állnak a polgármester jelöltek. Előkészítettük ezeket a városokat, úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy hogy zajlik. Egy országos listát láttunk, de addig előkészítjük a baranyai városokat, átfutjuk. Nézzük Komlót. Komlón Páva Zoltán 52,7 körül van, és Polics József 39,4, az SZDSZ 4,5, az MDF pedig 3,3%. Itt is említsem meg az első és a kettő között. Tehát látszik, hogy én azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy ez országos tendencia is. Tehát korábban még a baloldali fellegvárokban is, ahol korábban a baloldal szinte toronymagasan is biztosan nyerte a választásokat, nézzük a különbségeket. Tehát, nagyon... Hát itt azért van egy 10%. Igen, de a korábbihoz képest elképzelhetetlen volt, hogy ilyen, viszonylag ilyen szoros eredményen belül jönnek hát fel a jobb oldali. Így van. Valóban. Tehát azért mondom, hogy érdemes megnézni egyébként azokat, mondjuk Salgótarjánban, bizonyos városokat, ahol viszont elég maradjunk azért csak a baranyai városoknál, én azt gondolom, nézzük meg Mohácsot, hogy hogy áll a helyzet, vagy amelyik a következő lesz a listában. Azt hiszem, hogy itt Szigetvárt láthatjuk, 18,18%, és Pajzs József vezet. De még nagyon alacsony még a feladó. De ez még nagyon, nagyon alacsony egyébként. De az előzetes felmérés szerint itt azért őt legalább 16%-a fezett, de itt ez még nagyon alacsony. Nagyon, nézzünk további városokat. Baranyából. Elsősorban természetesen ez érdekel bennünket. Siklóson. Ez a Siklós az egy nagyon érdekes helyzet egyébként, itt, hogy 0%, ezt szinte akkor még biztos, hogy nem kezdték el még úgy tudjuk a feldolgozását talán. De hát akkor semmit. Egyelőre még semmit. Úgy tudjuk, hogy nem futottak be még adatok még. Jó, nézzünk még egyet. Néhány másodperc múlva láthatunk újabbakat, de közben azt szeretném mondani kedves nézőinknek, hogy Mohácson 13,64%, Szekó József, Fidesz-KDNP, egyébként Szekó József azelőtt MSZP támogatással is indult. Igen, így volt ilyen időszak. De ez nem az ő pálfordulását jelenti, hanem őt annyira jó polgármesternek tartja mindenki, igen, hogy látszik, általában eredményed. Őt támogatják. Hát ez a 71%, ez elég erős. Igen, ez elég masszív fölény. Abár nem tudom most mekkora feldolgozottság, de még elég alacsony, 182 szavazatot számoltak meg, 50, hát tehát még elég alacsony még. Tehát tényleg nem sok. Ez még jó, akkor sok. Szerintem hagyjuk is addig a vidéki városokat. Én arra bíztatnám kedves nézőinket, hogy tartsanak velünk és nézzék meg, hogy mi történt a városban. A pont ma következik, nem elsősorban választási hírekkel. Szóval folytatjuk választási műsorunkat. Ma esti állandó vendégem dr. Kákai László, politológus, és kapcsoljuk néhány másodperc múlva Füzes Zoltánt a Városházáról, akinek a vendége dr. Pap Judit, városi főjegyző. Addig azonban, itt mutatok a monitorokra, addig azonban gyorsan vessünk egy pillantást a legfrissebb eredményekre. Elsősorban a polgármester választásról tudunk most beszélni, mert még a kerületek adatai nincsenek feldolgozva egyáltalán. Itt a 76,7%-nál Tasnádi Pétert írja az internet. Nézzük a részletes eredményeket. Tanár úr? Hát, ami az elején indult, hogy viszonylag nagy különbség volt a két jelölt között, tehát most eléggé kiegyenlítetté vált, 2,5% környékén vannak. Ez még változhat is, hiszen nézzük, akkor hát 1000-1100 szavazat van a két jelölt között. És még azt hiszem körülbelül még 10-11 ezer szavazat van még vissza, tehát ez még változhat még. Köszönöm szépen, akkor Városháza következik, kapcsoljuk Füzes Zoltánt. Halló Zoltán! Szervusz János, köszöntöm a kedves nézőket! Szervusz, kezi csókolom! Parancsolj, tiéd a szó! Köszönöm szépen! Hát itt a Városházán felbojdult már az élet, hiszen érkeznek folyamatosan az urnák,
úgy tűnik, hogy ebben az esztendőben is nagyon gyorsan történik a feldolgozás. Amúgy egyébként a közgyűlés dísztermében, ahol folyamatosan az internet segítségével nyomon lehet követni a választási eredményeket, még egyelőre senki nincsen az informatikusokon kívül. Természetesen elképzelhető, hogy néhány órán belül ott is majd felélénkül az élet, és a politikai pártok képviselői, képviselőjelöltek majd onnan követik nyomon a választás eredményeinek alakulását. És itt áll mellettem dr. Papp Judit, a választási iroda vezetője. Kezdjük csak. Jó estét kívánok! Ezúttal is egészen kora reggel kezdődött a mai nap az önök számára. Bizony, hajnali 5-től, mert készenlétbe álltak a kollégáim, vitték ki az anyagokat, elkezdődtek a bizottsági előkészületek, 6 órakor nyitottak a szavazókörök. A mai napom itt a Városházán ugyan csendbe telt el, de hogy hallatszik, megélénkültünk. Végre nagy a forgalmunk, jönnek be a szavazókörök. Nagyon alapos, nagyon figyelmes munkát végeztek. Ezért köszönet és tisztelet a bizottsági tagoknak, a jegyzőkönyvvezető kollégáimnak, akik nagyon odafigyeltek. Nagyon sok telefon volt, nyilván erre tudtunk mindjárt válaszolni, és tudtuk rendezni az ügyeket, de olyan törvénysértés, olyan vészes esemény nem történt, amely miatt el kellett volna járnom, mint választási iroda vezetőjének. A helyi választási bizottság 3 esetet tárgyalt. A 3-ból 2-t már formai ok miatt elutasított. Egy ügyben megállapította a kampánycsendsértést és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak a megsértését. Egyébként a választási bizottság is, magam is nyugodtan, perceket számlálva néztük már az órát, hogy mikor jutunk el a 7 óráig, és most várjuk az eredményt. Innentől kezdve azért még mindig folytatódik a munka. Mi lehet a következő rész, amiben most önöknek dolgozniuk kell? Nagyon fontos, hogy ahogy az eredmények beérkeznek, el kell készítenünk ezeknek a jegyzőkönyveit. Holnap déli 12-kor a választási bizottság megállapítja a választókerületek és a polgármesteri választás, valamint a kisebbségi választások eredményét, melyet 4 óráig akkor a számítógépi feldolgozással megtörténtve felköltünk Budapestre. Hát ennyit egyelőre. Én még kérdeznék Zoli, hogyha lehet. Azt szeretném megtudni, hogy a kampánycsendsértésnek van-e következménye? A stúdióval az a kérdés hangzott el, hogy a kampánycsendsértésnek lesz-e valami következménye? A személyek ismeretlenek, tehát annyit tudott megállapítani a bizottság, hogy megsértették a kampánycsendet, illetve nem a rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás történt meg, de azon személyek, akik szóróanyagot terjesztettek kampánycsend idején, nem derültek ki, így csak ennek ismeretlenségét tudták megállapítani, szankcionálni sem tudta a bizottság, bár a törvény sem ad erre igazán lehetőséget. Ezen döntések egyébként rákerülnek a honlapunkon, ott elolvashatók. Nem tudom, kérdezem a stúdiót, hogy van esetleg még kérdésetek? Nincs, köszönjük, további jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Csak egy pillanatra rabolom én a képernyőt, hiszen a választási urnák lezárásáról következő szóló tudósításunk következik Szender Mónikától. Ezzel az ünnepélyesnek éppen nem mondható mozdulattal zárták be a Tettye irodaházat Pécset este 7 órakor. Az épületben 3 szavazókör, az 54-es, az 53-as és az 51-es működött. Ezekben adhatták le voksaikat az állampolgárok. A szavazatszámláló bizottság tagjai már kora reggel itt voltak, megtették azokat a szükséges intézkedéseket, amelyeket a törvény előír. Reggel 6 órakor aztán elkezdődhetett a szavazás. A bizottság tagjai azt mondták, ma minden simán ment. Semmi rendkívüli esemény nem történt. Napközben, a napközbeni jelentések időpontjában le kellett adnunk összesítésre a megjelent választópolgárok számát. 2002-ben a választásra jogosult állampolgárok 52,5%-a járult az urnákhoz Baranyában. Ebben az évben a fél hatos adatok szerint a szavazásra jogosultak közül 47,87% élt alkotmányos jogával. A szakemberek az 54-es szavazókörben már pontos adattal tudtak szolgálni. 561 választópolgárunk van a nyilvántartás alapján, ebből 271 a mai nap folyamán megjelent. Természetesen az urna nyitásával nem állt meg az élet, a bizottság tagjai csak ekkor kezdték az igazi munkát. Mindent át kell pakolnunk, szét kell bontanunk az urnákat, ellenőriznünk kell, hogy az urna záró címkék megvannak-e, ezeket átadjuk a jegyzőkönyvvezetőknek, és ezután kezdődik a szortírozás. Az egyéni választókerületi és polgármesteri szavazólapokat szétválasztjuk,
Ezután jön az ellenőrzés, hogy az adott típusú szavazólapból melyek voltak érvényesek és érvénytelenek, illetve az érvényes szavazatokat a leadott szavazatok arányában szét fogjuk válogatni. Mindent kötegelünk, jegyzőkönyvben rögzítjük azt, hogy milyen szavazatszámot kapott egy-egy jelölt. Pécset egyébként lesz dolguk a választásban közreműködőknek. 24 egyéni választókerületben összesen 155 szavazókörben adhatták le voksaikat az állampolgárok. Vendégünk Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyzőasszony. Jó estét kívánok! Hosszú napjuk van, ugye? Hát igen, elég korán kezdtük mi is. Hogy zajlik a szavazása? Hogy zajlott a szavazás a megyében? A megyében közel 6000 ember dolgozott ma azért, hogy rendben zajlódjon le a választás. Ebből 4500 fő szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási bizottsági tag, és 1500 választási irodai dolgozó vett részt. 7500 jelölt versengett és verseng a mandátumokért. Közel azonos számú a jelöltek száma, mint 2002-ben. Bizonyos visszaesés az egyéni választókerületi jelölteknél tapasztalható. Ami újdonság volt, hogy az 596 szavazókör mellett 200 kisebbségi szavazókör is volt. Kicsit tartottunk a kisebbségi választástól, mert ez egy új intézménye volt most ebben a formában. Hiszen a választási csak azok szavazhattak a kisebbségi listára, ha jól tudom, akik regisztrálták magukat, mint az adott kisebbség tagjai. Igen. Meglepő, hogy a félhatos eredmények alapján közel 20%-kal magasabb volt a részvételi arány a kisebbségi szavazókörökben Baranyában, magasabb, mint az országos átlag, mint a hagyományos szavazókörökben is. Kákai úr, van ennek valami magyarázata? Hát talán annyi lehet vélemény szerint, hogyha nézzük az elmúlt időszakot, hát elég dinamikusan növekedett egyébként a kisebbségi jelölteknek a száma, sőt, hát ezzel kapcsolatban módosították a törvényt, hogy most külön lehetett, nem kompenzációs listákat raktak, mint korábban a kisebbséget megfigyeltünk. De az mindenképpen szerintem pozitívum, hogy kicsit leválasztották a többi jelöltől, és külön szavazhattak rájuk. Szerintem ez jót tette a kisebbség jelöltjének. De hát csak azok szavazhattak, akik bejelentkeztek a kisebbség tagjának. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor viszont jobban mozgósították a kisebbségeket, nem? Valószínűleg igen, tisztább a helyzet is feltételezhetőleg. Gondoljunk csak bele, hogy sokan éppen azért nem szavaztak korábban, mikor felvették a szavazólapot, ilyen hatalmas nagy lepedő nagyságúra lehetett szavazni a kisebbségek esetén, és sokan mindjárt össze is hajtották és dobták be az üres szavazólapot. Ez szerintem sokkal jobb és sokkal tisztább. Egyetérten ezzel? Igen. Volt-e kampánycsensértés a megyében? Ugye azt hallottuk, hogy Pécset 3 bejelentés volt, ebből 2 nem is vizsgáltak, a 3-at vizsgálták, és meg is történt a kampánycsensértés. A megyében nem volt a Pécsen kívül egyetlen egy sem. 2 kifogást bíráltak el a helyi választási bizottságok, egyet Sásdon, egyet pedig Siklóson. Sásdon a szavazók szervezett szállítását kifogásolták, ami ugye kampánycsensértésnek minősül, de a bizottság nem így ezt állapította meg, hanem azt állapította meg, hogy a családtagjait, illetve a rokonságát szállította, és csak egy ilyen fuvart bonyolított le az egyik kisebbségi jelölt, tehát nem valósult meg a szavazók szervezett szállítása, ezért elutasította a kifogást. A másik ügyben a Siklósi Helyi Választási Bizottság járt el, az egyik polgármester jelölt jelentette be, hogy a másik polgármester jelölt, illetve a másik oldal pártja ránézve sértő és rágalmazó kijelentésekkel élt. A bizottság megállapította, hogy nincs hatásköre ebben az ügyben, ez nem tartozik a választási szabályok megsértéséhez, és ez nem most történt, hanem még a hét közepén és a bejelentést is 29-én tette a polgármester jelölt. Jó, láttuk, hogy a szavazatok feldolgozása mindenhol elsősorban a polgármester
megválasztásával kapcsolatos, és majd utána jönnek a képviselőtestületi szavazatok. Három választási típusban, így a polgármesteri, a megyei közgyűlési listák és a kisebbségi választás tekintetében adatlapot kell kiállítani. Ez az első úgynevezett gyors feldolgozás, ami még az előzetes eredménynek is csak az előzetes eredményét tartalmazhatja. Egy gyors számolás után adatlapot állít ki a jegyzőkönyvvezető, ez soron kívül továbbítja, és csak ezután kezdődhet meg a jegyzőkönyvek feldolgozása. Hát most nézzünk akkor egy megyei feldolgozást. Itt a szavazatok egyharmadának feldolgozása alapján látjuk, hogy a Fidesz-KDNP 55%-kal vezet, és utána az MSZP 37,5%-kal érkezik, a Baranyai Emberekért Szövetség 5%-os, és az MDF 2,5%. Így ez most a 30,75%-os feldolgozottság. Igen, és ez a két megyei lista adatait tartalmazza, összevontan a 10.000 fő alatti és a 10.000 fő feletti listák arányát. Vessünk egy pillantást akkor, ha megengedi, mert ugye a pécsieket az izgatja a legjobban, hogy hogy áll a pécsi választás. Ugye itt csak a polgármester választásról tudunk beszámolni. Egy pillanat, mindjárt látjuk. 48,26%-dal vezet Tasnádi Péter, és 46,59%-re zárkozott föl Páva Zsolt. De kettejük között azért nem volt olyan nagy különbség eddig sem. 91,61%-os feldolgozás van, viszont a két szavazat, nézzük, menjünk vissza, hogy hány szavazat a különbség kettejük között. Szerintem 1000 alatt van, szerintem. Igen. 1000 alatt van. Igen. Hát valamelyben 900 valahány szavazat. Igen. A különbség kettejük között. Mi a tapasztalat fordulhat még ez a trend most? Minden előfordulhat, nagyon kicsi a különbség. A megyében egyébként van már 63 polgármester. Már van? Itt ugyanis majdnem bizonyossága mondhatjuk, mert egy jelölt volt. Ja igen, tehát hát minden, ezért könnyű. Minden ötödik településen egy polgármester jelölt indult. Minden ötödiken? Minden ötödiken. Volt-e most a megyében olyan, ami annak idején volt Alsó-Szentmártonban, hogy annyi polgármester jelölt indult, de most volt egy különleges megye, város valahol Magyarországon, nem tudom megmondani pontosan, hol volt ez, egy nagyon kis település. Baranyában nem volt most ilyen. Most semmi ilyen 10 alatt volt a polgármester jelöltek száma. Mindenhol. Igen. Van-e olyan különleges választási érdekesség a megyéből, amit ön feltétlenül megegyezne ennek a választásnak a kapcsán? Amit megemlítenék, hogy 2002-höz képest sokkal jobb szervezettséggel és nagyobb rendben zajlott le a választás. Ez talán annak is tulajdonítható, hogy 2002 óta szinte minden évben volt valamilyen választás, a választási esemény, az a hivatásos apparátusok is és a szavazatszámláló bizottságok is úgymond nagyobb gyakorlatra tettek szert, frissebbek még az emlékek, szabályosan igyekeztek eljárni, és nem csak ők, hanem a jelölő szervezetek is jobb figyelembe vették a választási eljárás szabályait, és emiatt sokkal kevesebb volt a kampánycsend, sértés szinte alig volt, nem tépkedték egymás plakátjait, kevés volt a rágalmazó levél, tehát ezt mindenképpen pozitív eredménynek mondhatom. Akkor csak egyetlen egy kérdés, ez szakmai kérdésként szeretném föltenni, semmiképp nem politikai célzattal. Ön szerint így választás szakmailag jobb, hogy egy évben van az országos választás a helyhatóságival, vagy ez nem számít? Szakmailag jobb. Tehát szakmailag jobb, mert benne vannak a ritmusban, ugye? Lehet emlékezni még, hogy hogy volt tavasszal, kik voltak, és hogy kerültek a választási bizottságokban is emberek, tehát igen. Ez nyilvánvalóan ez ezzel jár. Nézzünk egy pillantást közösen Budapestre, vigyázó szemünket Budapestre vetjük, ahol látszik, hogy nagyon szoros a verseny Demszky Gábor és Tarlós István között, 48,45 Demszky Gábor javára, 43-42 ellenében, de nagyon alacsony a feldolgozottság, még igen. Csak 22%-nál tart Budapest. Ők nem olyan ügyesek, mint itt a megyében mi vagyunk? Nagyobbak a szavazókörök. Még a megyébe a szavazókörök
vannak egész kicsik is, tehát vannak 60 választót magukba foglaló szavazókörök, és vannak 1200 főt magukba foglalók, de több, a legtöbb épp a kis település miatt, az egy szavazókörös település kevés választóval. Fővárosi kerületekben viszont a legtöbb közelíti az 1000-et, illetve az 1200-at. Akkor egy kicsit vállalja, hogy van még egy pár perc, hogy velünk körülnézem egyében például, lesz, megnézzük, jó, hogy mi van Pécsett, 92,9%, tehát majdnem 93% a feldolgozottság, és nézzük az eredményt. Az eredmény az pedig jelenleg 46-58, 48-26 lényegesen nem változott. A szavazat különbség ugyancsak ön 900 körül. Én nem merek így azért számokat mondani, a múltkor könyvelő barátom rettenetesen megszidott azért, hogy ne is mondjak ilyen számokat. Állandóan rosszul van, amit nem értek, hogy miért. Nézzük a megyében a városokat, néhány város érdekes. Ön kit tart egyébként nagyon érdekesnek? Melyik városban tartja érdekesnek a választás alakulását? Én például Siklós nekem nagyon érdekes, ott az MDF-es polgármester MSZP-s támogatással indul, Marencsi János. Én ilyenben nem bocsátkoznék. Ja persze, nyilván helyen, nem is akarnám ilyen. Egy helyen biztos egy városban a polgármester, ez pedig Bój. Bújban? Bój. Egyébként az utolsó pillanatban 10 polgármester jelölt lépett vissza, és körülbelül ugyanennyi képviselő is a jelöltségről, ez a tegnap előtti nap. Köszönöm, nézzük Marenics Jánost. Említettem az imént, 72,7-es feldolgozottságnál. Hát ő nagyon megnyerte ezt, ahogy elnézem. Ez már nem is nagyon változhat. Hát 77-22-re, 77-23-ra nyerte a százalékot, akkor láthatjuk, hogy ott is megvan már a polgármester. Ez már fizikailag nem változhat egy 70%-os feldolgozottságnál. Nézzük Mohácsot, hiszen Szekó József rendkívül népszerű polgármester, ő már nagyon régóta polgármester. 71. Itt is elég magas. Magas a feldolgozottság is. Nem, ott alacsony, csak a különbség. 59, most frissültünk azért, 59, akkor most azért ebből már lehet valamit mondani, nem? Azért ne feledkezzünk el arról, hogy még 3 napon belül kifogást lehet benyújtani. Természetesen. Nagyon köszönöm, hogy ezt tetszik mondani. Még a jogorvoslatok még igazíthatják az arányokat. Hát itt még azért lehet változás, bár már itt sem olyan nagyon, ugye? Már 50%. Módosulhatnak az adatok, de ahhoz, hogy itt érdemben változom valami, akkor azt kéne valószínűsíteni, hogy akik nem szavaztak még, vagy nincsen még feldolgozva, az mind mondjuk a szavazásra jelöltre ad a szavazatot, az is ebbe az arányba fog valószínűleg osztani kisebb eltéréseket természetesen. Komlón volt egy érdekes trend látható. Páva Zoltán és Policz József között 76. Kétharmados Páva Zoltán vezet, és nézzük lejjebb a részletes eredményt, az pedig 53-38. Itt is ez növeltem. Növelte az előnyét Páva. Tehát utoljára, amikor ránéztünk, kb. 10% volt közöttük, igen, és most több mint 13-15% majdnem. Tehát ez majdnem 15, ezt kiszámoltam, 14,valahány század. Jó, van-e még más városunk? Szigetvár. A nagyobb városokat néztük most meg, a 10 000 fő fölötti városokat. Pajzs József vezetett most is. Ő vezet. Pajzs József 70%-on, Pajzs József vezet. Igen. Jó. Tehát akkor nagyjából már lehet tudni, hogy azokon, ahol több induló is volt, azokon azért nagyjából már lehet látni, hogy kik nyerték meg a választást. Persze nem lehet, önnek teljesen igazából nem lehet eredményt hirdetni. Egyrészt még kétharmadnál sem, másrészt meg, hogyha majd 99,9, sose írnak 100%-ot. Tehát én még nem vezettem olyan műsort, amiben 100%. Négy óráig minden választási bizottság megállapítja a választási eredményt, és attól számított 3 napon belül lehet még kifogással élni, és ha elbírálják a jogorvoslatot, akkor tekinthető végérvényesnek. A 3 napos határidő után még ketyeg a bírósági felülvizsgálat, tehát végleges eredmény még csak azt követő héten várható. Ami érdekes talán a nézők és a jelölő szervezetek számára, hogy a helyi választási irodán 3 napon keresztül megtekinthetők a szavazóköri jegyzőkönyvek. A szavazatok is? Igen. Tehát meg lehet nézni, hogy
A szavazóköri jegyzőkönyvek. Tehát, hogy hány szavazatot kapott X jelölő szervezet. Ön hogy érzi egyébként, hogy a mostani választási eljárás, a maga a szavazatszámlálás rendje kellő biztonságot nyújt, tehát, hogy mondjam, nincs-e lehetőség bármiféle csalásra? Biztos, hogy nincs, bár nagyon szerettük volna, ha minél több jelölő szervezet delegál tagot a szavazatszámláló bizottságokba, mert akkor saját maguk is részesei a szavazatszámlálásnak, és érzékelik azt, hogy itt nem lehet csalni. Olyan a rendszer, hogy kizárja a csalás lehetőségét. De az óhajunk ellenére a különböző jelölő szervezetek, még a nagy pártok is, a szavazókörök mintegy egy harmadába, tehát az MSZP is és a Fidesz is, akik legtöbbet delegáltak, a szavazókörök egy harmadába delegáltak csak tagot. Köszönöm szépen, nagyon köszönjük a segítségüket és a munkájukat, amivel egyre többen, egyre több információt egyre gyorsabban kapunk meg. Szinte nagyon nehéz a műsort szervezni úgy, hogy minél hamarabb érkeznek információk, mi pedig ezt igyekszünk minél hamarabb kedves nézőink tudomására hozni. Tehát még egyszer nagyon köszönöm a stúdióba fáradt, és köszönjük a munkájukat. Köszönjük szépen, köszönjük. Tessék maradni egy percre még, tessék helyet foglalni. Addig viszont megnézzük még, hogy zajlott a voksolás az északi és a déli város részben, azaz a Mecsek oldalban és a Kertvárosban. Pécsett október 1-én 24 egyéni választókerületben összesen 155 szavazókörben adhatták le voksaikat a polgárok. A nevelési központ művelődési házában a kertvárosiak 8 szavazókörben döntöttek az önkormányzati képviselői mandátumokról és a polgármester személyéről. Mint azt a választási bizottságok elnökeitől megtudtuk, a voksolási kedv a korábbi évekhez hasonlóan töretlen volt vasárnap. A 124-es kör vezetője is csak hasonló tapasztalatokról számolhatott be a Pécs TV-nek. Semmi különös, mind az elmúlt választások alkalmával. Ugyanúgy jönnek rendben az emberek, semmi különös. Történt-e valami rendellenesség, történt-e valami esetleg olyasmi, amit jegyzőkönyvbe kellett venni? Nem, nálunk nem volt semmi ilyesmi, nem. Teljes nyugalommal jönnek az állampolgárok. Azt tehát már tudjuk, hogy a választók aktivitása átlagos volt a művelődési házban, ami persze egy igen jó részvételi arányt akar, hiszen igen sokan szakították meg vasárnapi pihenésüket a Kertvárosban, hogy az urnák elé járuljanak. A szavazók szerint ez egyáltalán nem fáradtság, mivel állampolgári kötelességüknek érezték, hogy eljöjjenek. Muszáj mindenképpen megtenni, szerintem. Én úgy érzem, elsősorban nem csak mi, az mindenkinek kellene, tehát a több embernek, legtöbbnek jól lenne eljönni. De én elsősorban azért tartottam fontosnak, mert lényeges, hogy kivezeti a várost, és milyen vezetőségünk lesz. Persze a hétvégén nem csak a kertvárosiak, de a Mecsek oldalban élők is érezték, sok múlik a döntésükön. A 49-es szavazókörben is például nagyon sokan adták le voksaikat, hiszen számukra is fontos, hogy kinyilváníthassák véleményüket a településüket érintő ügyekben. Eddig mindig el is jöttem, mert mindig van véleményem, úgyhogy azt nem mondom meg, hogy kire szavaztam, és nekem fontos, hogy ki lesz az eredményes. Azért tartom fontos, mert ha így veszek részt a közéletben, mert hogyha a politika nem foglalkozik én vele, mint személlyel, én foglalkozok ő vele. Újabb adataink vannak, nézzük a számítógépes eredményeket. 95,48%-os feldolgozásnál Tasnádi Pétert írja az internet. 27.010 szavazata van, 48,9% az elért százalék, és Páva Zsoltnak vele szemben 46,75%. A kettő közti szavazatkülönbség, tanár úr? Hát nincs egészen közöttük. 750-760 környékén lehet közöttük, de ez nagyon érdekes, hogy az utóbbi adatoknál, amiket láttunk, tehát apró tized meg század százalékokon, de mindig lényegében csökkent a kettő közötti különbség. Tehát még van még szavazat, bár nyilvánvalóan ilyenkor már elég közel vagyunk lassan a várható végeredményhez, de még, hát ahogy látjuk... Fordulhat még? Hát elve még talán, de nem biztos. Szerintem, hogyha most kiszámolnánk azt, hogy még mennyi szavazatot nem dolgoztak fel, és mekkora különbség van közöttük, hát, és 46% van,
illetve 96% van feldolgozva, igen, durván 96% van feldolgozva. Frissítünk egyet, meglátjuk, lehet, hogy feldolgozva, tehát valószínűleg, ha szorosan is, de úgy néz ki, hogy a Tasnádi Péter lesz a befutó. Ez persze szorosan. Még nem lehet. De nem lehet pont, így van. A másik, hogy jelente ez legitimitási problémát, hogy valaki mondjuk 1%-kal nyer? Nem hiszem. Nem hiszem. Tehát, hogyha nézzük az önkormányzati választást, ebből a szempontból akármennyien, akik elmennek és szavaznak, teljesen mindegy, hogy mennyien maradtak távol a szavazástól, az az eredmény végleges. Tehát ez mindenképpen azt jelenti, hogy ez egy elfogadásra köteles. A szavazatok újraszámlása jelenthet-e változást egy ilyen helyzetben? Hát elvileg átszámolhatják a szavazatokat. Ilyenkor, hogyha nagyon szoros az eredmény, akkor meg szokták nézni még egyszer. Ezt maguktól is megteszik. Így van, mert különben a pártok is kérhetnek, de akkor indokot kell mondani, hogy miért. Tehát azt nem lehet sokszor lejátszani, hogy most nem hiszem, hogy nézzük át egy-két a szavazatokat, és elemezzük le, hogy tényleg jó az X, jól értelmezték a kategorizálás, de ez nem nagyon szokott ilyenkor már elfordulni. Ha csak nem történik valami olyan eset, ami az egészet felülírná. Tehát láttunk ilyet a parlamenti választásoknál is, hogy ott is volt, ami bíróságra került, és akkor végül a bíróság megerősített. Jaj, volt kettő ilyen körzet, és jól emlékszem az egész országban. Az egyik az Kecskemét környékén volt az egyik ilyen eset. Az Alföldön volt, mint a kettő. A megyei lista viszont érdekesen alakult, tehát látjuk. Nagyon erős Fidesz győzelem rajzolódik. 41%-on áll, erősen vezet a Fidesz. Tehát ott egy érdekesebb dolog lesz, hogy eddig ott a baloldal volt a legnagyobb frakció a szabaddemokratákkal közösen. Na most innentől kezdve egy érdekes konstelláció alakulhat ki, a Fidesz megnyeri a választást, akkor könnyen lehet, hogy ő adhatja a megyei közgyűlés elnökét. Ha egy pillanatra megkeresnénk, jött egy SMS, amiben Szent Lőrinc adatait kéri egy kedves nézőnk, igyekszünk teljesíteni. Vejsz László kollégám már vadásza is az interneten. Aztán pedig újra megnézzük, hogy hogyan áll a polgármester választás, és azt is el kell árulnom, hogy egyébként vannak már adatok arra nézve, hogy a közgyűlés milyen összetételű lesz, de még nagyon-nagyon kicsi a feldolgozottsága, 10%-on tartunk. Van-e alapja jóslásnak a polgármester választás eredménye? Mármint országosan? Hát igen, dehogyis, hát a pécsi közgyűlésben. Hát azért azt azért nagyjából mindenki tudta, hogyha megnézzük az elmúlt időszak választás eredményeit, azért, hogy itt általában baloldali polgármestert adott Pécs. Most abban a szempontból szinte egy érdekes helyzet volt, de a baloldali szavazóbázis többé-kevésbé az most is kimutatható volt, hiszen egy viszonylag ismeretlen jelölttel is tudott nyerni a Szocialista Párt, úgy tűnik egyelőre az adatok alapján polgármesteri széket. Viszont az is egyértelműen látszik, hogy könnyen lehet, hogy egy jóval szorosabb, mármint a hatalom gyakorlás szempontjából egy jóval szorosabb testülettel kell szembenéznie, és kompromisszumot találni a különböző oldalak között. Hát azért a kompenzációs lista az nagyon sokat segít ezen, hiszen 24 körzetből lehet bejutni, és 16 személy juthat be kompenzációs listán. Gondolom nagyobb szórás lesz, mint az előző években. Közben megtaláltuk Szent Lőrincet, dr. Győrvári Márk 85%-kal vezet Péter Fia Tamás előtt, de itt még azért alacsony, szerintem, hát frissítsünk rá egyet, hát ha más lesz, 12%, de ezt én nehezen hiszem, hogy ez még ennyi. Nem tudom, hogy ott mi történt. Akkor majd kiderül később. Vissza fogunk nézni, megígérem kedves nézőnknek. Most nézzük, hogy áll a helyzet Pécset. Továbbra is változatlan minden, igen, ahogy nézem, 95,48% a feldolgozottság, és akkor nyilvánvalóan gondolom az adatok sem változtak ennek megfelelően. Nem változtak. Természetesen nem változott, igen. Most többen írnak SMS-eket nekünk, szeretnének Nagypeterről és más településekről is. Ha lesz időnk, akkor előkerítjük természetesen. Most még annyit szeretnék mondani, hogy belenézhetnénk a pécsi közgyűlésbe, hogy mit látunk. Mert ezt most előre nem tudhatjuk, és azért kérek elnézést a kedves nézőktől, hogy ilyen feltételes módban beszélek néha. Látnunk kellene, hogy áll össze jelenleg a pécsi közgyűlés. Itt vannak a részletek, itt vagyunk, így van. Azt látjuk, hogy kik jutottak be már kompenzációs listán.
Mellár Tamás, Páva Zsolt. Igen, de ezeket még úgy kell megnézni, hogy ugye kiszámolják azt, hogy körülbelül hány szavazati kompenzáció egy mandátum. Na most innentől kezdve még változnak, ahogy az eredmény is változik, tehát még nem dolgozták fel 100%-ban az adatokat. Aha. Ezért van az, hogy hogyha aztán 10 perc ezelőtt néztük volna meg, akkor megint más adatok jöttek volna ki. Értem. Tehát ez még folyamatosan változni fog, ahogy a feldolgozottság szintje növekszik. De érdekes módon látszik, hogy úgy tűnik, hogy... Azok, akik kompenzációs listán vannak, az azt jelenti, hogy ők nem nyertek az egyéni kerületükben? Igen. Tehát eddig? Eddig így van. Ez azt jelenti, hogy a szavazatok szerint onnan nem tudott mandátumot szerezni, és kompenzációs listáról viszont átlépte azt a mandátum számot, ami szükséges ahhoz, hogy mandátumot kaphasson. Változott a feldolgozottság. Nézzük ismét, De ilyenkor, amilyen különbség volt a kettő között, minden százalék számít. Hát akkor nézzük meg, hogy mi a lényeges különbség. Egyelőre Tasnádi Péter vezetését írja. Csökken megint a kettő között a különbség. Lassan most már 1% lesz a kettő között. Tehát, 1%-ra van szó. Tehát, hát itt úgy tűnik, hogy néhány szavazat fog ebben a dologban dönteni. Úgy tűnik, hogy eléggé egymásra csúszik a két jelölt, tehát most még nem lehet tudni semmit, hiszen még most, hogyha megnézzük azt a 3%-ot, ami még esetleg vissza van, hát az könnyen lehet, hogy változtathat, akár még a sorrenden is a kettő között. Hát 4%. Nincs 4%. Nincs, csak 3,3%, de hát amilyen kicsi a közöttük lévő különbség, hogyha kiszámoljuk, nem tudom, most 5-600 lehetett a kettő között a szavazatszámban a különbség a két jelölt között? Próbáljuk ezt fejből kiszámolni. 600, valami több mint 600 szavazat van most 640. Közöttük. 640. Na, tehát azt mondtam, hogy ez... Nem, 631. Elég közel vannak egymáshoz, viszont látszik, hogy a másik két jelölt szinte ugyanazon a helyen van, tehát ott nem változott lényegem, 2,8 és 2,3. Egy mondat kommentálást azért én szeretnék hallani erről a Füredi Péter-Bethes Zoltán meccsről, mert érdekes módon ugye a Magyar Demokrata Fórum fiatal jelöltje az részéről én ezt egy szép eredménynek értékelem, míg Bethes Zoltán részéről viszont az SZDSZ-t egy magasabb pozícióba várta volna az ember. Na hát mind a kettőnél nagyon érdekes dolgot, egyébként ennek politikai következményei vagy magyarázatot lehetne adni, hiszen hogyha mondjuk a Füredi Péter előtte mondjuk a jobb oldal támogatására szólított volna, és nem indít jelöltet Páva Zsolta szemben, akkor könnyen lehet, hogy akár, hogyha ez a fajta választási megállapodás létrejön, akkor könnyen lehet, hogy Páva Zsolt most vezetne. Ugyanígy a Bretter Zoltánnál, hiszen 2,3%-ról van szó, hogyha nem indít az SZDSZ önálló polgármesteri jelöltet, akkor könnyen lehet, hogy nagyobb a különbség a két jelölt között. De ezek csak a politikában a hal kategóriába tartoznak. De hát nyilvánvalóan, ha az nem érdekes egy ilyen helyzetben, nézzük meg, nem változott. Akkor egy percre mi most... Elmegyünk, ezt az SMS-t még megnézzük, melyik körzet a város melyik részén van. Hát ezt nagyon nehéz így megmondani. És jött egy újabb, amelyik viszont a Magyar TV Teletextjére hívja fel a figyelmet, hogy a Teletexten lehet a baranyai települések polgármestereiről tájékozódni. Ez nagyon köszönjük a segítséget. Ez egy hasznos dolog. Mi a Pécs TV-ben, mi elsősorban egyébként Pécssel szeretnénk foglalkozni, érdekességként említünk baranyai településeket. Nem változott a feldolgozottság, akkor mi most egy pár percre elköszönünk, és engedjék meg, hogy a figyelmükbe ajánljam az újabb szavazóhelyiségeket, amelyeket kollégáink felkerestek, ezúttal a keleti városrészben, belvárosban és Újmecsek alján. Szikrázó napsütés és 27 fok jellemezte a vasárnap délutánt. Aki csak tehette, a szabadban töltötte az idejét, az utcán bizony csak a turisták sétálgattak, és néhányan siettek a szavazóhelyiségekbe leadni a voksaikat. Pécset délután 3 óráig a szavazópolgárok 31,6%-a járult az urnákhoz. Ez valamennyire elmarad a 2002-es adatokhoz képest, ám országos összesítésben egy hajszányival többen mentek el szavazni kora délutánig. Pécset 127.509-en jogosultak a helyhatósági választásokon részt venni, ezt összesen 155 szavazókörben tehetik meg. A belvárosban, a Bobita Báb Színházban a 44-es számú szavazókörhöz tartozók voksolhattak. Itt körülbelül 850-en adhatják le szavazatukat, akik közül a választók több mint 40%-a már délután 3 óráig az urnák elé járult. Reggel 6 órára készen voltunk teljesen, nyitásra készen, jött is az első szavazó, meggyőződött mindenről, hogy hogyan történik a nyitásunk, hogyan történik a szabályosságnak a betartása, megelégedésére, alá is írt a papírt, úgy gondolom, hogy eleget tettünk a törvényi kötelezettségünknek. A másik, hogy
Ez egy állandó törzs gárda, amelyik itt vannak a kollégák, tehát együtt vagyunk most már jó pár éve, tehát össze is szoktunk. Eddig még soha 16 év alatt nekünk semmilyen problémánk nem volt, remélem, hogy ma sem lesz. Jó hangulat és összeszokott csapat várta a gyárvárosi iskola egyik, szem szerint a 25. szavazókörébe látogatókat. A hölgyek, mert hogy itt bizony csak hölgyek alkotják a választási bizottságot, az előző választókörhöz hasonlóan már évek óta dolgoznak együtt. 12 éve végzem ezt a munkát, megtisztelőnek érzem, hogy ezzel foglalkozhatom. A szavazóknak körülbelül az egyharmad része vett részt, minden korosztály képviselte magát, és semmi rendkívüli nem történt. Ebben a szavazókörben 915 választópolgár jogosult a szavazásra. Városjáró körútunk utolsó állomásaként Uránvárosba látogattunk, ahol a Hajnóci kollégiumban található 93-as számú szavazókörben néztünk be. Itt 730 választópolgár jogosult a voksolásra, és délután 3-ig a választópolgárok harmada élt választójogával. 89 óta vagyok ennek a szavazókörnek a szavazatszámláló bizottsági tagja is, meg valamint elnöke is egyben. A részvétel ebbe a szavazókörben aránylag elég magas minden alkalommal. A legtöbben főleg idősebb emberek jönnek, az utóbbi időben már a fiatalok is jobban mozgolódtak. A szavazás mellett azonban még sok minden belefért a vasárnapi teendők közé. Fölkeltem, reggel elmentem horgászni, visszajöttem és eljöttem szavazni. Köszönöm szépen. Megkérdezhetem önt is, hogy hogyan telik a vasárnapja? Én csak főztem. Hát kicsit fáradtam, mert az intézetünkben egy kongresszus volt csütörtök péntek szombaton, úgyhogy még tegnap is dolgoztam, de mindenképpen jövök szavazni, mint mindig. Visszatértünk. Nézzük megint, hogy áll a pécsi polgármester választás. 96,77% százalék a feldolgozottság nem változott. Frissítsünk egyet gyors. 20:57-kor. Volt az utolsó frissítés, bármelyik percben változhat általában, hogy 10 percenként van újabb eredmény. A kisebbségi választást kérdezte egy kedves nézőnk, azt tudjuk mondani, hogy arról egyelőre semmilyen adat nem jelent meg még, és nagyon alacsony a feldolgozottsága még a képviselőtestületi körzeteknek. Bármelyik percről percre változik Pécsett is a helyzet. Most láthatunk egy pillanatképet, belenézhetünk egyébként, ami azt jelenti, hogy ha valakinek a körzete látható mellette, mondjuk Gáspár Gabriellának, akkor valószínűleg ő vezet abban a körzetben, és mondjuk Csizi Péter a kompenzációs listán esélyes. Egy kicsit, ha lejjebb gurulunk, akkor nézhetjük, hogy több körzetben egyelőre szocialista vezetés várható. Ezek 10-10 eddig? Eddig 10? Eddig 10-10. 10-10? Na nézzük akkor lejjebb. 10-10, itt van még ők még. Hát igen, most egyelőre, ha minimális többség, egyelőre van a szocialista pártnak, tehát úgy néz ki, hogy és van még két szabad demokrata. Jó, mi most megint elköszönünk egy pár percre, várjuk az újabb frissítését a választási adatoknak. Füzes Zoltán kollégám a Városházán, Major Istvánnal, a választási iroda vezetőhelyettesével. Halló, szervusz Zoli! Szervusz János, köszöntöm a kedves nézőket. Így van, ahogy mondtad, itt áll mellettem Major István, a választási iroda helyettes vezetője, akinek a kezében már itt vannak a legfrissebb adatok. Major úr, egy picit tekintsük át, hogy miről beszélnek ezek a számok. Valóban ez a 20:58 perces adat, másodperces adat, úgyhogy tényleg a lehető legfrissebb, ettől frissebb adat jelenleg nem a rendelkezésünkre. Ez 96,77%-os feldolgozottságot mutat. Adatlap szinten, ugye tudjuk, hogy polgármesterekről adatlapok érkeztek be, 118 érkezett be, és a jegyzőkönyvből viszont már 32, ezért a magas feldolgozottsági szint. Ezek az adatok azt mutatják, hogy Páva Zsolt és Tasnádi Péter polgármester jelöltek között igen szoros az eredmény. Dr. Páva Zsolt 26.699, míg Tasnádi Péter 27.330 szavazatot kapott ezen feldolgozási szint alapján, ami alapján ugye azt mondhatjuk, hogy Tasnádi Péter tűnik a polgármester választás győztesének. Mi a helyzet? Eddig valamennyi urna már beérkezett ide a választási irodához, vagy várnak még szavazóhelyiségekből?
Nem, hát szavazóhelyiségekből várunk, még most is hoznak be, de hát a polgármester választás tekintetében az adatlapok nagy része már beérkezett, mint az előbb említettem. Úgyhogy de ez a visszalévő mennyiség, ez már jelentősen nem befolyásolhatja a választás, már az a polgármester választás eredményét. Itt egy érdekes dolog talán az lehet, hogy az érvénytelen szavazatok száma a nem jelentős különbség mellett viszont elég magas, 503 szavazat, mondom, ez a 96,77%-os feldolgozottsági szint mellett. Azonban, hogyha figyelembe vesszük, hogy nem tudni ezek az érvénytelen szavazatok tulajdonképpen kire is lennének érvényesek egy újraszámlálás esetén, akkor ez az előny, ez megnyugtatónak tűnik a szocialista párt polgármester jelöltje számára. Az urnával érkező kollégái esetleg jeleztek önök felé valami félreértést, vagy pedig olyan dolgot, ami esetleg befolyásolhatta volna a szavazást? Volt-e olyan rendkívüli esemény? Napközben rendkívüli esemény, amit ugye a választási törvény alapján rendkívüli eseménynek nevezhetünk, nem volt. Szépen nyugodtan ment egész nap a munka a szavazókörökben. Azt mondanám inkább, hogy a választás során, a szavazás napok során előforduló olyan hibák jöttek, ami szinte mindig egy-egy jogosulatlan szavazás beesett, aminek megvan a törvényes kezelési módja. Véletlenül olyan állampolgár szavazott, akinek nem volt választójoga abban a szavazókörben, egy másikban lett volna. Ilyen természetű problémák vannak, ez sem sok, de ezeket, mondom, a törvény lehetőséget ad ezeknek a kezelésére. Illetőleg, ami kifogások érkeztek, azok olyan természetű kifogások voltak, hogy kampánycsend sértés, de igazából bizonyítottság hiánya vagy formai hiányosság miatt elutasításra kerültek. Kérdezem a stúdiót, hogy esetleg tanár úrnak, vagy neked, János, van-e esetleg kérdésetek? Nem, köszönjük minden érdekes információt meghallottunk. Köszönjük a legfrissebb eredményeket. Nekünk sincsen természetesen frissebb, de nagyon várjuk a végső eredményt. Köszönjük szépen a jelentkezést. Az újabb eredmények birtokában vetünk ismét pillantást a táblára. 96,77 nem változott. Nem változott, igen. Nem változott. Meg kell várni a végét, talán könnyen lehet most rövid időn belül szerintem már feldolgozzák a teljes mennyiséget, és akkor már pontos eredményeket tudunk mondani. Közben érkeztek SMS-ek, az egyik azt mondja, hogy nagyon nehezen lehet látni az eredményeket. Ezért is van, hogy mi ezt felolvassuk, és elnézést kérek a nézőktől, hogy ezt nem tudjuk jobban megoldani, technikai lehetőségeink ezt biztosítják. A Csonka Mindszent eredményét is szeretné tudni, kedves nézőnk. Igen, hiszen a Pécs TV-t látják Csonka Mindszenten és Szigetváron és Szentlőrincen is, és még más településeken is, Baranyában. Az talán segítség, hogy az M1 teletextjének 811-812. Oldalán lehet látni a baranyai települések polgármestereit, de arra kérem Weiss László kollégámat, hogy esetleg ha Szentlőrincet vagy Csonka Mindszentet is meg tudjuk mutatni, meg tudjuk, hát akkor nézzük meg. Ha meg tudjuk mutatni, akkor természetesen meg tudjuk, csak meg is mutatjuk, csak hát ugye ezt nem nagyon merem vállalni, hogy minden baranyai településre ellátogatunk, megnézzük. Itt elfutott egyébként a megyei közgyűlés eredménye, egy pillanatra láttam, abból úgy tűnt, hogy kicsit változott a helyzet, de a Fidesz jelentősen vezet még mindig ebben a relációban. Kit látunk most? Csonka Mindszenten Szabó Mónika lett a polgármester. Reméljük, hogy ezzel segítettünk, ezzel az információval azoknak, akiket ez érdekelt. Csonka Mindszent egyébként Szentlőrinc és Szigetvár között, a hatos úttól jobbra található Szigetvár felé. Ha én jól emlékszem. Nem jól emlékszem, az nem az. De folytatva a műsort, ismét ellátogattunk szavazókörzetekbe, és arra kérem önöket, hogy jöjjenek velünk ezen a kis túrán. Nézzük meg, hogy mi történt. Az előző önkormányzati választásokhoz képest kettővel kevesebb, összesen 4 polgármesterjelölt indult a 2006-os helyhatósági választásokon. Mindegyikük leadtam a voksát. Tasnádi Péter július 21-én lett hivatalosan az MSZP jelöltje. Az új polgármester jelölt állítására a párton belül Toller László június 19-i autóbalesete miatt volt szükség.
Páva Zsolt a Fidesz polgármesterjelöltje az egyetlen a most versenyben lévő politikusok közül, aki már betöltötte a városvezetői posztot. A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje 1994 és 98 között volt Pécs polgármestere. 2006. augusztus 10-e. Az SZDSZ helyi szervezete bejelenti, hogy Bretter Zoltán személyében mégis saját pártszínekben külön jelöltet indít, és nem a szocialista indulót támogatja. Bretter egyébként 4 évvel ezelőtt ugyanúgy versenybe szállt a városvezetői székért. Az MDF részéről Füredi Péter száll harcba a polgármesteri címért. Az előző helyhatósági választásokon a kisebbik ellenzéki párt még a Fidesz-szel közösen támogatta az akkori polgármesterjelöltet. Szili Katalin is leadta Pécset voksát. A házelnök úgy véli, az elmúlt hetek belpolitikai eseményei mozgósító erővel hatnak az önkormányzati választásokra. Most így dél közeletével Baranyában mentek el a legtöbben szavazni. Ez jelzi számomra azt is, hogy mindenki átérzi annak a súlyát és fontosságát, hogy valóban azok alapján a szabályok alapján, amit az alkotmány nyújt számunkra, befolyásoljuk a saját életünket. És ennek így kell lennie, hiszen választók nagyon jól felismerik azt, hogy ez a módja annak, és a többségnek ez a fontos, hogy ezen a módon fejezze ki azt a vélemény nyilvánítását, amit akár egy előző 4 évről, akár egy következő 4 év reményeiről kifejez. Az előzetes számítások szerint ma késő este derül ki, hogy a következő önkormányzati ciklusban a 4 jelölt közül ki lesz Pécs polgármestere. Hivatalos végeredmény jövő hét közepére várható. Köszöntöm a stúdióban dr. Cserép Attilát, városunk rendőrkapitányát. Estét kívánok. Aki nincs nyugdíjban. Aktív rendőrkapitány. Ha megengedi a beszélgetésünket, azzal kezdenénk, hogy vessünk egy pillantást az internetes táblára. 97,42%-os feldolgozottság nál annyira szoros a verseny, hogy még 500 szavazat sincs a két polgármester jelölt között, akik vezetik a listát. Gyakorlatilag láthatják, Tasnádi Péter 27.492 szavazattal 47,75%-os eredményt ért el, dr. Páva Zsolt 27.123 szavazatta, 47,11%. 360, vagy nem 370 szavazat van közöttük. 370 szavazat van, és van még vissza 2,3% a feldolgozottságból. Hát ez rendkívül éles verseny, és pont ezért kérdeztem egyébként a legitimáció kérdését, hogy így lehet-e nyugodtan. Nem. Hát a kérdés az, hogy milyen testületi többség alakul ki, az adja számára azt a lehetőséget, hogy kényelmesen vagy feszítettebben kell kormányozni. Hát ez még ma este kiderül, ugye? Viszont nem hallottunk semmi kampánycsensértésről, ami úgy komolyabb lett volna, egy volt ugye egy szórólaposztogatásról számolt be Pap Judit. Egyébként békében zajlott a mai nap? Egyébként igen. Igen. Tehát nem csak a... Mire számítottak Pécs TV egyébként? Nem hallott semmi rendkívül, én sem hallottam. Ez egy pedig, jó hír. Pedig én figyelemmel kísértem a nap eseményét. Kollégák szinte nem kellett, hogy intézkedjenek. Úgyhogy ez egy nyugodt vasárnap volt. Én örülök is neki, hogy ezzel a hírrel tudok jönni ide. Mire számítottak egyébként? Erre. Tehát én őszintén... Hát most komolyan, azért az elmúlt 2 hét alapján nem feltétlenül lehetett arra számolni, hogy ez a hétvége teljesen csendes lesz. Nem politikailag gondolom, hanem egyszerűen fölerősödtek valahogy a rendbontások. Hogyne. Na hát azért ugye a pénteki nap, amikor a Gyurcsány úr Pécset járt, Kozár Michelin-nyi látogatás, na ez egy izgalmasabb nap volt, meg hát azért ugye a vasárnap este az, ami gondolataink szerint esetleg majd feszítettebb lesz. Mindenesetre a nap eleddig teljesen nyugodtan és kiegyensúlyozottan telt. A Pécs városi rendőrség, most már azért utólag vagyunk, az elmúlt 2 hétben mennyire volt felkészülve, mindenféle pletykák terjedtek, hogy elvitték innen a rendőröket Pestre, nem is volt itthon rendőr, nem is lehetett volna megakadályozni egy nagyobb rendbontást. Mi ebből az igazság? Így ebben az összefüggésében semmi tudnilik. Baranya megyéből vitt el az ORFK egy úgynevezett csapatszolgálati századot.
Ez a csapatszolgálati század, ez érintett pécsi rendőrökkel is, persze 47-en tagjai ennek a századnak, de ettől még azért a pécsi kapitányság, amelyik ugye 425 hivatásosból áll, nem maradt rendőr nélkül, és a szolgálat megfelelő súllyal kivoltadva. Nálunk is ugye zajlottak azért a tüntetések, demonstrációk. Kérem szépen, föl voltunk rá készülve. Én örömmel konstatáltam, hogy nem volt igény arra, hogy itt beavatkozás legyen. Tartalékoltunk bizonyos állományt minden egyes esetre. És azért az élet is természetesen zajlott a városban, tehát itt a napi események, bűnügyben, közbiztonságban, közlekedési balesetben semmivel nem volt kevesebb, ezeket mind rendeznünk kellett. Tehát akkor ebből a szempontból megnyugodhatott mindenki. Meg. Azért az egy érdekes kérdés, hogy önöket hogy érintették a tüntetések biztosítása, hiszen a rendőrségről tudjuk, hogy nem túlságosan jól van elősztve anyagilag, és nem feltétlenül tartalékoltak pénzösszegeket a rendkívüli túlmunkára. Megkapták a rendőröket egyébként ezeknek a túlmunkáknak az árát? Igen. Ez egy rendkívüli túlmunka, ergo rendkívüli intézkedés is történt rá, hogy a túlmunkát azt most nem csúsztatni kell, szabadidőben úgymond megváltani, hanem térítést kapnak a kollégák, és ebből is az következett, hogy tulajdonképpen most nem ürültünk ki, mert a munkatársaink a többletszolgálatot pénzben váltják meg, és így tehát nem megkapják. Pontosan, és így nem. Nem forrásokból egyébként ezt központi biztosítják? A városnak kell ezért fizetni? Nem. Ez központi forrásból, tehát az országos rendőrfőkat ide. Így van. ORFK-s forrásokból. Így van. Vessünk egy pillantást ismét az internetre, nézzük meg, hogy változott-e az eredmény. 97,42%-nál áll a feldolgozás, frissítsünk egyet. Ez nem változott, akkor viszont az eredmény sem változtatott, de azért nézzük meg, hát ha van olyan kedves nézünk, aki most kapcsolt ide valahonnan és más irányba tájékozódott. Tasnádi Péter 47,75, dr. Páva Zsolt 47,11. Elég szorosnak tűnik a verseny, és még vissza van 2,5%-nyi feldolgozás. Igen, hát majdnem 2,5%, nem változott, hiába frissíti kollégám sűrűn. Egy kicsit körülnézhetünk a megyében ismét. Velünk tart tábornok úr, gondolom. Ő a Lékszergyár utcában van, cserép ezredes. Jó, bocsánat, az ezredes. Eltévesztettem. Viszont katona. Régen voltam katona, úgy emlékeztem, az tábornoki rend fokozott az ezredes. A megyében 55%-on van a Fidesz, az MSZP 37,5, 5% a Baranyai Emberekért Szövetség és az MDF. Ezt egyszerűen nem értem. 54% és az SZDSZ-nek egyetlen egy szavazata nincsen. Igen, ez meg számomra is tekerjük lejjebb a tabellát. Érdekes eredményt mutat, talán lejjebb, nincs. Hogyha nem, nincs. Nincs. Tehát úgy néz ki, hogy egy listán nem kaptak akkor a szavazat árát, amit egyetlen ki is lehetne írni. Tehát elég, úgy tűnik, hogy elég rosszul szerepel a megyében a Szabad Demokraták Szövetség. Még egy érdekességet tudunk mutatni. Barcs városában például már eldőlt, hogy ki lesz a polgármester. Fejgli Ferenc maradt a polgármester, de őt annyira megközelítette a fideszes jelölt Karvalics Otto, hogy gyakorlatilag, én nem is tudom, nincs 100 szavazat köztük. Hát nincs. 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 Megnézzük ezt a táblát. Itt van. Tehát itt 2339 és 2278. Igen. Ez nagyon szoros. Hihetetlenül szoros versenyben maradt Fejgli Ferenc. Kaposváron Szita László viszont az azért is érdekes, mert ő egy miniszterrel szemben indult, Kolber István tárca nélküli miniszter volt, és ráadásul a területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. Ő volt a megyei közgyűlés elnöke is 4 évig. Jenesei István előtt, és 66,26%-33,74 ellenében az eredmény, Szita Károly már 100%-os feldolgozottság esetében.
a polgármester. Ez azért is érdekes, mert az elmúlt 4 éve nem volt azért viharoktól mentes, nem? Hát igen, igen, de hát attól függ egyébként, hogy amilyen vihart keltenek mögötte, és egyébként amilyen teljesítményt nyújtott a várossal kapcsolatban, úgy tűnik az emberek a viharok mellett, a vihar mellett a teljesítményét nagyobbra értékeltek, mint a körülötte lévő vihart. Még csak egy pillantást vessünk Komlóra. Páva Zoltán 96,67%-dal, a feldolgozás 96,67%, és az ő eredménye pedig 53-21-38-40. Itt az SZDSZ egyébként Messze megyében talán a legmagasabb eredmény. Igen, úgy tűnik itt elég jó szerepelt a Szabad Demokraták Szövetség, 5,16, ez egy viszonylag. De hát ez valószínűleg azért van, nem, hogy a helyhatósági választások nem annyira a pártokról szólnak, hanem nem személyekről csak szólnak. Nyilván nem csak, de azért a pártnak azon a területen nyilvánvalóan van némi szerepe. Tehát minden kisebb települést veszünk egyébként vizsgálat szempontként, annál kisebb a pártok szerepe az adott településen, tehát annál inkább személyfüggő a választás. Még a nagyobb településeken, a nagyobb lélekszámú településeken, ott a párt és a párt preferencia azért már befolyásol. Tehát nem mondom azt, hogy a személy az nem számít, hozzá tud tenni a párthoz, de a párt támogatottságtól lényegében az annyira nem szakadnak el. Hát ez nagyon érdekesen alakult. Pécset 98,71% a feldolgozottság, Tasnádi Péter vezeti egyelőre a versenyt, és 47,65, 47,2. Utána megint tovább csökkent valami. Még talán tovább csökkent? Igen, úgy tűnik talán, mert most a különbség. Igen. Ezredes úr, nagyon jó felszámoló, ha jól tudom. Eddig 3,69-et mértünk, de most összetem beljebb vagyunk. Hát még mindig van 1,5%-nyi feldolgozottság, arra kérem önöket továbbra is tartsanak velünk. Egy pillantást vetünk a Városházára, hogy ott mi a helyzet, hát ha ott még frissebb információkat tudnak. De a reklám után. Az ősz, itt az újabb divattrend. Aki most és télen is divatosan akar öltözködni, annak gondolnia kell arra, hogy megújítsa ruhatárát. Ezt legkönnyebben az Árkádban tehetik meg. És ha egy kicsit bizonytalanok lennének az idei trendet illetően, nos az Árkád segít, a bevásárlóközpont kupolája alatt pénteken és szombaton divatsóval várják az érdeklődőket. A műsorban a Pécsi Nemzeti Színház művészei is közreműködnek. Péntekenként és szombatonként divat bemutatókkal várjuk a kedves látogatókat. Pénteken 17 órai kezdettel, szombatokon pedig 14 és 17 órai kezdettel. Tavasszal és ősszel igyekszünk bemutatni a látogatóinknak, vásárlóinknak azokat a trendeket, színeket, anyagokat, amelyek abban a szezonban divatosak lesznek. Bevásárlóközpontunkban 130 üzlet van, és nagy többsége divattal foglalkozik. Óriás nagy választékkal rendelkezünk. Már most időben bemutatjuk a látogatóinknak, hogy miből érdemes majd a hidegebb napokon felöltözni. Az arany színeiben pompázó Árkád Pécs bevásárlóközpontban megismerhetik a legújabb trendeket. A látványos divatbemutatók mellett az üzletek között sétálgatva ismerkedhetnek a legújabb kollekciókkal. Még abban a korban vagyok, amikor ez a legfontosabb persze a suli mellett. Ezért járok az Árkádba is, és ezért követem a divatot, és most ezért vagyok itt is. Nagyon szeretem a Mio Csixet, szerintem nagyon jó ruhák vannak, legalábbis az én ízlésemnek pont megfelelőek. Az Árkádban mindenki megtalálja a nekivaló öltözetet. A sportostól az elegánsig, a lázadótól a visszafogottig minden megtalálható a bevásárlóközpont üzleteiben. Itt egy helyen mindent megtalál. Nekem a Hervész a kedvencem, mert az ilyen jó sportos, laza és abba lehet, amennyit akarsz futni. Ceunda. Mert minden ruha van és nagyon jók. Hogy nekem tetszenek. Ha valami tetszik, akkor tetszik. Az aranyű színei most önt is várják. Ne menjen ki a divatból, inkább nézem be az Árkádba. Árkád Pécs. Egyéniség a középpontban.
Fészek lakópark Pécs. Egy igazi és lakható lakópark. Az Erste Bank finanszírozásában Pécs belvárosának peremén 1 hektáros parkosított területen 24-től 100 négyzetméterig teraszos, egyedi lakások, valamint garázsok, parkolók leköthetők. Fészek lakópark Pécs. www.fészeklakopark.hu 72 510 496. Emlékeznek még a legendás 6-3-ra? Ugye ezt nem lehet elfeledni. 3-33, 3-33. Mi minden pillanatban azért vagyunk, hogy önök gyorsan, pontosan és kedvező áron jussanak el úti céljukhoz. A feledhetetlen 6-3-as. Volán Taxi. Nyugodtan dőljön hátra. Önnek mit jelent a biztonság? Otthon a biztonságát? Autója, gépjárművei biztonságát? Vállalkozása, munkahelye biztonságát? Mi mindezt biztosítjuk. Profinfo Team. Új horgásztó nyílt Somogy 60-ban. A Felsőtó gazdag halállománnyal várja a horgászokat és a kikapcsolódásra vágyókat naponta 6 és 21 óra között. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Somogy 60-i horgásztó üzemeltetője, a Wagner Kft. Az OTP életjáradék program nem egy, nem kettő, nem is három, hanem már az ország 604 településéről vehető igénybe. OTP életjáradék akár 20% előleggel. 0640 366 600. Polgármester választásról nincsen frissebb hírünk. Megnézzük, hogy mi újság a Városházán, hát a Fizer Zoli kollégám tud valamit. Szervusz, Zoltán. Szervusz, János, ismét köszöntöm a kedves nézőket. Itt áll mellettem Zalán László, a Városháza informatikai osztályának vezetője, aki gyakorlatilag a teljes informatikai rendszerért felel ezúttal az estén is. Osztályvezető úr, hogyan megy most tulajdonképpen ennek a metódusa, hiszen innen kerülnek fel a helyi adatok Budapestre, amik aztán egy központi szerveren keresztül többek között a tévénézőkhöz is eljutnak. Igen, jól mondta. A beérkezett adatlapok és jegyzőkönyveket a központi okmányirodai rendszeren keresztül rögzítjük. Ezek az adatok a központi szerveren kerülnek tárolásra, ahonnét a média, illetve az interneten történik az adatszolgáltatás. Ez egy frissített állapot, körülbelül 3 percenként frissíti, tehát mindig a legaktuálisabbat tudjuk tájékoztatásképpen adni. Nyilván ez egy olyan helyzet, hogy nagyon figyelni kell arra, hogy minden a lehető legnagyobb biztonság mellett folyjon. Hogyan lehet elérni, hogy itt semmiféle zavar ne lépjen közbe? Hát egyrészt ez a rendszer már évek óta működik, nem most lett először kipróbálva, ugye 2000 óta használjuk. Ez egy stabil informatikai háttér, illetve a megfelelő kollégák ülnek ott, akik már többször gyakoroltak a rendszeren, és egy megfelelő biztonságot tudnak adni a rendszer feldolgozása érdekében. Elmondhatjuk azt, hogy akkor ez ideig semmiféle technikai malőr nem lépett fel, és reméljük azt, hogy eztán sem fog. Az utóbbi éveknek megfelelően nem lépett fel semmiféle malőr technikailag, és nagyon jól haladunk a feldolgozással. Ismét megkérdezni az a stúdiót, hogy van esetleg kérdés. Nincs, csak gratulálni tudunk a gyors eredményekhez, és köszönjük szépen. Tolmácsolni fogom. Stábunk nemrégiben bekukkantott az Összefogás Pécsért Egyesülethez és a Munkáspárt 2006-hoz is. Lássuk, milyen volt ott a hangulat, utána pedig itt lesz velünk ezeknek a szervezeteknek, illetve a Polgári Kör Pécsnek egy-egy képviselője. Jó estét kívánok! A 2006. évi önkormányzati választások jelölő szervezetei mind-mind összegyűlnek. Az este folyamán 7 órakor lezárultak az urnák, így az Összefogás Pécsért Egyesület is. Itt a belvárosban köszöntöm Lengbárszky Attilát, az Összefogás Pécsért Egyesület elnökségi tagját. Mi volt a véleménye a mai részvételi arányról? Hát a 41%-os pécsi részvétel egy picit ugye elmarad az országostól. Ez
annyira nem meglepő itt Pécsett, illetve országosan is. Bizony a nagy szerep van ebben annak, hogy az emberek egy kicsit kiábrándultak. A két héttel ezelőtti elhangzott beszéd egy picit elkeserítette az embereket, hogy vajon hallhatnak-e még igaz szót a közbeszédben. Mire számítanak? Folyamatosan nyomon követik az eseményeket, ahogy számlálják éppen a szavazatokat, mire számít az Összefogás Pécsért Egyesület? Természetesen mi is nagy izgalommal kísérjük és várjuk a szavazatok eredményeit. Arra gondolunk és arra számítunk, hogy többen leszünk képviselők a képviselőtestületben, mint az eddigi években. Itt egy pécsi szórakozó helyen gyűlt össze a Magyarországi Munkáspárt 2006 Baranya megyei, illetve országos szervezete, mellette már Fratonoló János, a párt országos elnöke. Elnök úr, az idei év a párt számára nagyon komoly volt, hiszen mondhatjuk, hogy az idei évben alakultak. Mik voltak eddig a tapasztalatok? Igazából a parlamenti választásokon mérettük meg magunkat először. Hát több-kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy az önkormányzati választásokra már megerősödtünk. Remélem, hogy jönnek a sikerek. Pécsett 17 egyéni választókerületben sikerült képviselőjelöltet állítani. Mire számít, milyen lesz a képviselőtestületben a szerepe a Magyarországi Munkáspárt 2006-nak? Igazából nagyon elégedett lennék, hogyha egy képviselőjelöltünk bejutna listán, mert nagyon fontos feladataink vannak. Egyrészt az a szociális program, amit elindítottunk, azt csak akkor lehet végrehajtani, hogyha van képviselünk a városban. Most, az elkövetkező időszakban mik lesznek a legfontosabb feladatok? Nyomon követik-e az eseményeket? Természetesen végignézzük, már 7 óra óta a pécsi tévét nézzük. Megtudtuk, hogy 8 évesek vagytok. Gratulálunk, Isten értesse a pécsi tévét. Én azt gondoltam, hogy sokkal idősebb a tévé. Annyira minden napunk része, hogy azt gondoltam, hogy sokkal idősebb, de attól függetlenül is ne értesse a pécsi tévét. Természetesen végigizguljuk a mai választásokat. Nem csak Pécset, Baranyában, hanem országosan is sikereket várok a pártól. Mi elköszönünk innen a Magyarországi Munkáspárt 2006-tól, a szó a stúdiójé. Köszönjük a születésnapi köszöntést, 8 éves a Pécs TV a mai napon, legalábbis a 24 órás televízió műsor. Elődeink természetesen már sokkal régebb óta csinálják itt a tévéműsort. Szeretettel köszöntöm vendégeinket. Kezdem minden, talán Molnár Gézát. Köszönöm. A Polgári Kör Pécs képviseletében, Kővári János az Összefogás Pécsért képviseletében, és Morvai Nándort a Munkáspárt 2006 képviseletében. Önök hogy értékelik a mai nap eredményeit? Volna a kérdésem, ha nem látnám azonnal, hogy 99,35%-os feldolgozottság van a polgármester jelöltek, vagy a polgármester választás eredményeiből, ami azt jelenti, hogy Tasnádi Péternek 28.100 szavazata van, dr. Páva Zsoltnak 27.881, ez 219 szavazat különbség, amire azt mondják az okosok, hogy még várnunk kell a 100%-os végeredményig, addig nem lehet pontosan tudni, hiszen gyakorlatilag néhány tized százalék választja el a két jelöltet. Bizonyára ezek nehéz pillanatok nekik, én bevallom őszintén nem lennék a helyükben. Szóval visszatérve az eredeti kérdés és elnézést, hogy még a válasz előtt elvettem a szót, hogy értékelik a mai napot? Hát, mint országosan is lehet látni, nagyon kiélezett lett a helyzet. Pécs városa, amelyik úgy tudva levő, hogy hát MSZP-s város volt. 8 év óta szinte meg sem lehetett szorítani Toller Lászlót. Most úgy néz ki, hogy elég szoros eredmény lesz. Bármelyik győz, tehát akár az MSZP és akár a Fideszes Páva Zsolt, mindenképpen nagyon kis arányú győzelmet aratnak. Hát most kíváncsi hát leszek majd, hogy... Ez biztos itt az a kérdés, hogy milyen lesz a testület. Önök részt éppen vesznek-e a testületben? Mit lehet tudni? Hát nem tudom, mert még semmi adatot nem tudunk, hogy a... Szavazókörben nem voltak embereik a szavazókörökben? Nem voltak. Meg fogjuk nézni mindjárt az önkormányzati képviselőtestület összetételét, de még itt bizony 50% körül van a feldolgozottság. Mi az önök véleménye a mai napról? Jó estét kívánok! Hát nekem egy örömhírem már van. A megyei lista, 10.000 alatti lista vezetőnk Szilágyi Imre polgármester lett 16 év után ismételten, minden alkalommal polgármester lett Ócsárd községbe.
A polgármester választást izgalommal figyeljük, követjük. Köztudott, hogy a Magyarországi Munkáspárt 2006 Tasnádi Péter támogatására tette le a voksot, és ha nyer egy szavazattal is, az biztos, hogy a Magyarországi Munkáspárt 2006-nak köszönhető, mert minden szavazáson, minden választáson ideig 1000-1500 szavazó szavazatot kaptunk, amiben azt hiszem, hogy azok, akik ránk szavaznak, azok általában a polgármester, általunk javasolt polgármester jelöltre is. Egyénileg 17 körzetbe indultunk, tehát 17 körzetből egyetlen egy eredményt nem tudunk. Én azt hiszem, hogy... A mi listánkon egyelőre úgy látszik, a Munkáspárt nincs rajta. Vessünk egy pillantást erre a listára. Azt mondja, hogy... Meg kezdjük a tetején. A Fidesz, KDNP, illetve vannak közös jelöltek is, az összefogált Pécsért Egyesülettel. Majd mindjárt akkor meghallgatjuk Kővári János, aki egyébként úgy tűnik, hogy képviselő testületi tag is lesz, Kővári János kommentárját, de hogy haladunk lefelé. A két nagy párt, illetve azok a körzetek, ahol közös jelöltek indultak, ott vannak, sőt, listás helyet is tudott eddig, tehát az adatok feldolgozottságától függ, listás helyet is tudott szerezni az Összefogás Pécsért Egyesület és az SZDSZ is. De minden még változhat. Teljesen nyitott még a képviselőtestület összetétele, Kővári úr. Hát ezekből az adatokból, ami látszik, az már egyértelművé tehető, hogy ebben a városban a következő 4 évben kiegyenlített erőviszonyok mellett folyik majd a munka, és én azt hiszem, hogy jót fog tenni a városnak. Én azt gondolom, hogy a választópolgárok biztos, hogy nyerni fognak azon, hogy két erős oldal fog egymásnak feszülni majd a közgyűlésben, és ebből munka fog következni, ez már most látszik. Én gratulálok mindenkinek, aki elindult, mert ebben a légkörben, ebben most a politika hát megítélése van Magyarországon, nem nagy öröm elindulni politikusként vagy képviselőjelöltként. A magam nevében pedig azt szeretném itt és most a Pécs TV-n keresztül megköszönni a választópolgároknak, és különösen azoknak, akik segítették a munkámat az elmúlt hónapok során, hogy nagy valószínűséggel a körzetemet, nekem sikerült a 6-os választókörzetet megnyerni. Ezt szavazóköri megbízottaktól már hallottam informális módon, itt még az 50%-os feldolgozottságot lehet ugye látni, de itt is nagy a különbség. Ne értsék félre, nézőink, tehát ez azt jelenti, hogy nincs jobban feldolgozva, csak ugye minden választ, és ezt elmondta a főjegyző asszony is, hogy minden választásra jelölő szervezetnek lehetősége van a szavazókörökbe delegálni képviselőket, vagy felügyelőket, akár így is mondhatjuk, pont azért, hogy a választás tisztaságát, elnézést ellenőrizzék, és hogy minden rendben legyen. Nekik viszont van lehetőségük megismerni a gyors jelentést. Gondolom, akkor innen szedte az információt. Igen, az én információm innen van, és szeretném Bágyi Miklósnak és csapatának megköszönni a segítséget, és különösen a választóknak, hogy megtiszteltek a bizalmukkal. Az Összefogás Pécsért Egyesület eredményéről, hogyha ez marad, amit most látunk itt ugye 50%-os feldolgozottságnál, hogy két egyéni körzetet és két listás mandátumot nyer az Egyesület, hát ezt egy kiemelkedően jó eredménynek tekintjük, mert ugye 4 évvel ezelőtt egy listás helyet nyert az Egyesület. Én úgy gondolom, hogy talán a szavazók látva a munkánkat megtisztelnek a bizalmukkal. Köszönöm szépen, vessünk egy pillantást ismét a táblázatra. Ha jól látom, nem változtak az eredmények, egyelőre nem jött újabb frissítés. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosan és odafigyelve végzik munkájukat a választási irodán a munkatársak, és bizonyára minden egyes információt megvizsgálnak, mert annyira szoros a verseny. Velem tartanak egy kis Baranyai körútra. Nézzünk körül Baranyában, hogy mi újság van a megyében. Nézzünk egyszer egy összesített listát. Azért fölhívnám a figyelmet a most következő táblázaton az ország színére. Az ország színe az azt jelenti, hogy az ellenzéki pártok és szövetségeseik gyakorlatilag a fehér helyet kivéve, ami Heves megyének tűnik, ahol mandátumegyenlőség látszik most. A pártlistákra leadott szavazatokban a Fidesz és Kereszténydemokrata Néppárt Szövetsége látszik Baranyában
mindenképpen vezetni, 55%-a, de ez szinte nem is változott ahhoz képest, hogy 62%-os már a feldolgozás, már eleje óta szinte ez a trend. Itt inkább az a meglepő, hogy más pártok nem kerültek elő, és én arra lennék kíváncsi, hogy önök hogyan kommentálják ezt az eredményt. Bátran. Hát, ha szabad, akkor ezt a kört megkezdeni. Ez várható volt, ugye ezt a politológusok is elmondták már, hogy azok után, az események után, amik az elmúlt hónapokban napvilágot láttak, illetve hát a megszorító csomag nyilvánvaló, hogy érezteti hatását, ez ilyenkor így szokott lenni. És különösen vidéken látható itt is, hogy ugye vidéken egyértelműen a Fidesz nagy fölénnyel vezet, illetve valószínűleg nyer. De Budapest érdekes módon ugye még mindig ennek ellenére is kitart a kormánypártok mellett. Most ez a lista egyébként azt jelenti, hogy a megyei közgyűlések összetétele ilyen lesz. A városi közgyűlések összetétele ennél sokkal bonyolultabb, hiszen vannak civilek, akik azért a választási koalíció nem feltétlenül mindig jelent együttműködési koalíciót is. Megvan Pécs polgármestere, aki egyébként Tasnádi Péter, mondom én, mivel 100%-os az adatok feldolgozottsága, nézzük a végső eredményt, 28.295 és 28.008 szavazat a végeredmény, tehát Tasnádi Péter 47.67%-kal és Dr. Páva Zsolt 47.19%-kal végezte a polgármester választást. Gratulálunk Tasnádi úrnak, nem sokára a stúdióba várjuk mind a négy polgármester jelöltet, és akkor átbeszélhetjük ezeket az izgalmas perceket, amik a közelmúltban voltak. Nem sokára pedig Szili Katalin lesz a stúdió vendége, addig pedig nézzék meg híreinket a hétvégéről. Pécs TV hír összefoglalója. A stúdióban Füzes Zoltán várja önöket. Jó estét kívánok! Október 1-e vasárnap van. Ma ismét szavazott az ország. A szavazóhelyiségek reggel 6 órától este 7 óráig várták a polgárokat. Mai adásunkban is természetesen a helyhatósági választások pécsi eseményei állnak a középpontban, de emellett a hétvége egyéb híreit is csokorba szedjük önöknek. Ennyit előzetesen, most jöjjenek a részletek. Helyhatósági és kisebbségi önkormányzati választások zajlottak ma országszerte. A szavazó helységek reggel 6 órától este 7 óráig várták a polgárokat. Pécset 24 egyéni választókerületben 155 szavazókörben várták a szavazásra jogosultakat. Szikrázó napsütés és 27 fok jellemezte a vasárnap délutánt. Aki csak tehette, a szabadban töltötte az idejét, az utcán bizony csak a turisták sétálgattak, és néhányan siettek a szavazóhelyiségekbe leadni a voksaikat. Pécset délután 3 óráig a szavazópolgárok 31,6%-a járult az urnákhoz. Ez valamennyire elmarad a 2002-es adatokhoz képest, ám országos összesítésben egy hajszányival többen mentek el szavazni kora délutánig. Pécset 127.509-en jogosultak a helyhatósági választásokon részt venni, ezt összesen 155 szavazókörben tehetik meg. A belvárosban, a Bobita Báb Színházban a 44-es számú szavazókörhöz tartozók voksolhattak. Itt körülbelül 850-en adhatják le szavazatukat, akik közül a választók több mint 40%-a már délután 3 óráig az urnák elé járult. Jó hangulat és összeszokott csapat várta a gyárvárosi iskola egyik, szám szerint a 25. szavazókörébe látogatókat. A hölgyek, mert hogy itt bizony csak hölgyek alkotják a választási bizottságot, az előző választókörhöz hasonlóan már évek óta dolgoznak együtt. 12 éve végzem ezt a munkát, megtisztelőnek érzem, hogy ezzel foglalkozhatom. A szavazóknak körülbelül az egyharmad része vett részt, minden korosztály képviselte magát, és semmi rendkívüli nem történt. Ebben a szavazókörben 915 választópolgár jogosult a szavazásra. Kertvárosban az Apácai Nevelési Központ művelődési házában jártunk. Itt a 124-es számú szavazókörhöz tartozók járultak az urnák elé. A választók aktivitása átlagos volt a művelődési házban, ami persze egy igen jó részvételi arányt akar, hiszen igen sokan szakították meg vasárnapi pihenésüket a kertvárosban, hogy az urnák elé járuljanak.
Persze a hétvégén nem csak a kertvárosiak, de a Mecsek oldalban élők is érezték, hogy sok múlik a döntésükön. A 49-es szavazókörben is nagyon sokan adták le voksaikat, hiszen számukra is fontos, hogy kinyilváníthassák véleményüket a településüket érintő ügyekben. Városjáró körútunk utolsó állomásaként Uránvárosba látogattunk, ahol a Hajnóci kollégiumban található 93-as számú szavazókörben néztünk be. Itt 730 választópolgár jogosult a voksolásra, és délután 3-ig a választópolgárok harmada élt választójogával. A szavazás mellett azonban még sok minden belefért a vasárnapi teendők közé. Fölkeltem, rég elmentem horgászni, visszajöttem és eljöttem szavazni. Köszönöm szépen. És megkérdezhetem önt is, hogy hogyan telik a vasárnapja? Én csak főztem. Hát kicsit fáradtam, mert az intézetünkben egy kongresszus volt csütörtök péntek szombaton, úgyhogy még tegnap is dolgoztam, de mindenképpen jövök szavazni, mint mindig. Az előző önkormányzati választásokhoz képest kettővel kevesebb, összesen 4 polgármesterjelölt indult a 2006-os helyhatósági választásokon. Mindegyikük leadta a voksát. Tasnádi Péter július 21-én lett hivatalosan az MSZP jelöltje. Az új polgármesterjelölt állítására a párton belül Tolán László június 19-i autóbalesete miatt volt szükség. Páva Zsolt, a Fidesz polgármesterjelöltje, az egyetlen a most versenyben lévő politikusok közül, aki már betöltötte a városvezetői posztot. A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje 1994 és 98 között volt Pécs polgármestere. 2006. augusztus 10-e. Az SZDSZ helyi szervezete bejelenti, hogy Bretter Zoltán személyében mégis saját pártszínekben külön jelöltet indít, és nem a szocialista indulót támogatja. Bretter egyébként 4 évvel ezelőtt ugyanúgy versenybe szállt a városvezetői székért. Az MDF részéről Füredi Péter száll harcba a polgármesteri címért. Az előző helyhatósági választásokon a kisebbik ellenzéki párt még a Fidesz-szel közösen támogatta az akkori polgármesterjelöltet. Szili Katalin is leadta Pécset voksát. A házelnök úgy véli, az elmúlt hetek belpolitikai eseményei mozgósító erővel hatnak az önkormányzati választásokra. Most így dél közeletével Baranyában mentek el a legtöbben szavazni. Ez jelzi számomra azt is, hogy mindenki átérzi annak a súlyát és fontosságát, hogy valóban azok alapján a szabályok alapján, amit az alkotmány nyújt számunkra, befolyásoljuk a saját életünket. És ennek így kell lennie, hiszen választók nagyon jól felismerik azt, hogy ez a módja annak, és a többségnek ez a fontos, hogy ezen a módon fejezze ki azt a vélemény nyilvánítását, amit akár egy előző 4 évről, akár egy következő 4 év reményeiről kifejez. Az előzetes számítások szerint ma késő este derül ki, hogy a következő önkormányzati ciklusban a 4 jelölt közül 9 Pécs polgármestere. Hivatalos végeredmény jövő hét közepére várható. Stúdió vendége Juhász István, az MSZP... Halló, valami hangot hallottam még. Az MSZP városi elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. Hogy értékeli a mai estét? Most már tudjuk, hogy Tasnádi Péter lett a polgármester. Igen, engedje meg, főszerkesztő úr, hogy én elsőként köszönetet mondjak minden olyan állampolgárnak, Pécsváros lakónak, aki elment szavazni és részt vett a szavazáson. Én azt hiszem, hogy mindannyian ezzel a köszönettel kell, hogy kezdjük, bármelyik pártot is képviseljük, hiszen a döntésből ezek az emberek kivették a részüket. A második külön köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik szavazatukkal Tasnádi Péter, polgármester úrra adták a voksukat, most már mondhatjuk, hogy polgármester, hiszen nagyon-nagyon szoros küzdelembe, de sikerült megnyerni a polgármester választást, és nagyon köszönjük minden olyan szavazópolgárnak a szavazatát, aki a szavazatával a Magyar Szocialista Párt önkormányzati képviselő jelöltjeire szavaztak. És egyébként ugye önök még nincsen végleges listánk, azért megnézhetjük a városi közgyűlés táblázatát. Nincsen még végleges listánk, de tudván, hogy van MSZP és képviselő a választási bizottságokban, illetve a választási bizottság mellett, bizonyára nem hivatalos eredménnyel számolhatnak. Mi az önök számítása? Igen, a mi számításunk az az, hogy a 24 egyéni önkormányzati választókerületből 13-at biztosan megnyertek az MSZP képviselőjelöltjei a hozzánk beérkezett adatok alapján,
és hát a kompenzációs lista adja a további képviselői mandátumoknak a helyét. Ezek a számok feljogosítanak bennünket arra, ha igen kismértékben is, de nem vált népszavazássá Pécsett az önkormányzati választás, és nem volt egy harmadik parlamenti forduló sem, mint ahogy sokan szerették volna. Nagyon-nagyon szoros küzdelem volt, én azt hiszem, hogy nemes küzdelem, kiegyensúlyozott küzdelem volt. Talán ebben a városban még soha nem volt ennyire komoly tétje egy választásnak, mint amit a mai este megéltünk. De én azt gondolom, hogy az a városvezetés, aki eddig a várost jelentős nagy fölénnyel vezette, tovább tudja folytatni a megkezdett munkáját. Természetesen... Bocsássa meg, hogy megszakítom a gondolatmenetét. Éppen ön hogy értékeli azt, hogy ennyire szoros lett ez a verseny? Minek köszönhető az, hogy ennyire szoros lett ez a verseny? Hát én azt hiszem, hogy nem igazán tudom én ezt egy-két mondatban most értékelni, nagyon sok mindenből tevődik ez össze. Véleményem szerint alapvetően az országos politikai helyzet indukálta a pécsi eredményeket is. Itt nagyon nagy többséggel vezettünk az előző ciklusban, és jelentősen csökkent. Igen, minimális előny maradt meg ebből a baloldali szimpátiából. Én azt hiszem, hogy a következő napok, következő heteknek lesz majd a története az, hogy mi és miért és hogyan történt. Én azt hiszem, hogy mint ahogy minden párt, mi is meg fogjuk tenni majd ezeknek az adatoknak az elemzését. Kákai úr? Igen, különösen annak a fényében mindenképpen fontos, hogy hát, ha emlékszünk 2002-ben még a 24. választókerületből 23-ba a Szocialista Párt és az SZDSZ közös, egy-két helyen közös jelöltje nyert, és ahhoz képest most hát csak 13-ban sikerült az ismétlés. Tehát ez önmagában is szerintem elemzése méltó, azt meg kell nézni feltételezem területileg is, hogy melyik választókerületeket veszítette el most az MSZP. Gondolom, hát annak ellenére, hogyha meg is van a többség, itt azért még feltételezem még a koalíció összeállítása, hogy kivel kezdi el a 4 éves ciklusát Tasnádi Péter, ez is a következő időszak fejleményei lesznek, hiszen a korábbiakhoz képest az SZDSZ alul szerepelt, abban az értelemben, hogy az adatok szerint nem tud frakciót alapítani a testületen belül, tehát vagy beül, vagy pedig frakció nélkül kell a 4 évet végigvinnie, és az MDF ugyanebben a helyzetben van. Tehát, hogyha érdemben bele akarnak szólni a döntésekben, akkor vagy valamilyen módon betagozódnak egy koalícióba, vagy pedig az érdemi döntésekből kimaradnak. Így van, mi is így számoltuk, és mi is így látjuk ma a helyzetet. Annak azért minden esetre örülünk, én magam komolyan, hogy az ellenzék jelentős befolyással fog szerepelni az elkövetkezendő 4 évben, és én azt hiszem, hogy valahol régen is az volt a cél, és talán lehet cél az is ma, hogy próbáljuk meg a város életét, próbáljuk meg a környezetünket úgy irányítani, és próbáljuk meg úgy megoldani a problémáinkat és a feladatainkat, hogy ez egy szélesebb körű támogatással működjön. Én azt hiszem, hogy ez a feladat vár mindegyikünkre, akár az ellenzék, akár pedig az MSZP oldaláról. Hát elvégben ugye az a lakosságnak jó, hogyha mind a két oldal tárgyalásra van kényszerítve, és a tárgyalásos konszenzussal történnek meg városépítéssel kapcsolatos, vagy a városfejlesztéssel, vagy a város üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos. Így van, dolgok. Én azt hiszem. De az utóbbi időben egyébként közeledtek egymáshoz az álláspontok erősen. Igen, én azt hiszem, hogy léteznek olyan stratégiai kérdések, amit politika mentesen el lehet dönteni, léteznek olyan feladatok, amit meg lehet oldani a politikától mentesen. Ebben a sport nagyon jó példát mutatott az elmúlt években. Kell, hogy legyen a gazdasági életnek is ilyen területe. Különösen annak fényében, hogy itt állunk egy nagy beruházás, nagy fejlesztés előtt, ez az Európa Kulturális Főváros program, ami szerintem ebben a szempontból talán egy érdekes példája lehet, hogy hogyan tud az ellenzék és a kormányzat együttműködni a következő 4 évben. Igen, én azt hiszem, hogy mindenkinek a hozzáállása, akik bejutottunk és bekerülünk az önkormányzati képviselőtestületbe, ez kell, hogy legyen a legfontosabb, amire oda fog mindenki figyelni. Én gratulálok egyébként az ellenzék képviselőjelöltjeinek, a Fidesz összefogás Pécsért bejutott képviselőinek, és én mindenkit arra kérek így a televízión keresztül is, hogy tegyünk meg mindent közösen a városunkért. Mi szeretnénk azt az utat folytatni, amit az előző 4 évben megkezdtünk, egy erős ellenzéki kontroll mellett. Én azt hiszem, hogy ez a választás ma ezt az eredményt hozta. Egyetlen egy kérdést engedjen meg nekem. Önök
Várható el, hogy az EMEA, azért gondolkodtam el, mert hogy még ugye nem tudjuk a pontos eredményeket, most azt tudjuk, hogy mik a nem hivatalos jelzések a választókerületekből. Azért át is nézhetjük egyébként majd, hogy hogy áll a pécsi közgyűlés az interneten, erre készül Weiss László kollégám. Addig viszont azért az érdekelne, hogy lesz-e az MSZP-ben egy újragondolás az MSZP városi szervezetében? Én azt hiszem, hogy átgondolják-e, hogy mit kellene tenni? Nyilvánvaló. Tehát nyilvánvaló, hogy mindenkinek újra kell gondolnia a szerepét. Ezt egyébként mi már az előző hetekben elkezdtük. Hiszen tudtuk, hogy az országos politikai események, tudtuk, hogy azok a megszorító intézkedések, tudtuk, hogy az a szereplés, ami a vezetőink részéről országos szinten megnyilvánult, ezt az eredményt fogja hozni. Én annak örülhetek, és örülünk is mindannyian, hogy meg tudtuk őrizni a enyhe vezető szerepünket, de újra kell mindent gondolni, természetesen nem csak országosan, hanem helyi szinten a városban és a megyében különösen. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Nézzük meg a listát, hogy mit látunk eddig a listából. Hát ugye azt látjuk, hogy... A listán azt kell megnézni, talán ha egy kicsit följebb megyünk. Hogy a jobboldali oszlopban hol vannak pipák a szocialista párt mellett, még egy picit, hogyha följebb megyünk ott középen, azt kell ott megszámolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab mandátumot ajánl fel a választási listán a kompjúter a választási iroda adatai alapján. Nagy valószínűséggel ez így is fog maradni, hiszen a 13 egyéni körzet már szerepel a mellette lévő oszlopban, tehát már átrendeződés nem várható. Tehát ezek a valós adatok, tehát 13 egyéni körzet, 6 kompenzációs listán a Magyar Szocialista Pártnak, és nagyon örülünk Tasnádi Péter polgármester győzelmének, és én azt hiszem, hogy azért ez az eredmény csak annyit, hogy ez annyiban új közgyűlés, ugye, hogy ebben nincs benne a polgári kör Pécsért, egyetlen egy fővel sem eddig. Hát igen, de én úgy tudom, hogy vannak közös jelöltjeik, tehát közös jelöltként... Nincs. A közös jelöltje a polgári kör Pécsnek, ha jól tudom, nincs az összefogás Pécsért. Ja, bocsánat, igen. Az más, a polgári kör... Igen, a polgári kör Pécs Egyesület nem szerzett mandátumot. A polgári kör Pécs, az úgy látom, hogy most nem kerül be ebbe a Nem, és nem szerzett mandátumot ugyanígy a munkáspárt. A munkáspárt sem, viszont az imént Morvai Nándor elmondta, hogy a munkáspárt jelentős és hathatós támogatást adott az MSZP-nek azzal, hogy általában ugye a munkáspárti szavazók azok az MSZP polgármester jelöltjére. Igen, én azt hiszem, hogy nagyon sok apró momentumnak kellett ahhoz teljesülnie, hogy ez az eredmény így kijöjjön. Tényleg én köszönöm még egyszer mindenkinek a támogatást, és megígérhetem a Magyar Szocialista Párt városi elnökeként, hogy újra gondolva, konszenzus teremtő képességgel ennek a városnak az életéért és ennek a városnak az érdekében mindent meg fogunk tenni közösen. Köszönjük szépen a friss információkat. Mi egy kicsit régebbi információval folytatjuk. Az MSZP pártirodájára is ellátogattunk, hogy hogyan értékelték az eseményeket, hogy várták a választást. Vége a 2006-os önkormányzati választásoknak, bezártak a szavazóhelyiségek. Itt vagyunk az MSZP Tüzér utcai székházában. A képviselőjelöltek, a politikusok és a szimpatizánsok most mind az eredményeket figyelik. Mellettem itt van Tóth Bertalan országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét. Az MSZP ugye 4 évvel ezelőtt a 40 mandátumból 20-at szerzett meg a képviselőtestületben, zömében, egyéni választókerületben. Ön hogy látja ezt az eredményt, meg lehet-e ismételni az úttal? Azt gondolom, hogy a pécsi választópolgárok a folytatásra szavaztak a mai napon. Én remélem, hogy ezt az eredményt tudjuk tartani. Nyilván az a helyzet, az a politikai helyzet más volt. Lehet párhuzamoságokat vonni a részvételi adatokból, de úgy gondolom, hogy ha nem is ilyen arányban, de sikerül megtartani a városi önkormányzatban a szocialista többséget. A sors ugye úgy hozta, hogy július 21-én Tasnádi Péter személyében új polgármesterjelöltet választott a párt. Páva Zsolt és Tasnádi Péter között milyen szoros mérkőzésre számítanak, ami a polgármesteri címet illeti? Toller László nem csak a baloldali szavazók körében volt népszerű, hanem az egész város tekintetében. Én azt gondolom, hogy azt a nagy arányú győzelmet, amelyet ő aratott, nem fogja most teljesíteni a Magyar Szocialista Párt, de Tasnádi Péter, az ő személye, az ő kampánya és az MSZP pécsi politikája, én bízom benne, hogy garancia arra,
hogy ha nem is olyan nagy arányjal, de Tasnádi Péter nyeri a polgármester választást. Együtt néztük végig a köztársasági elnök beszédét itt az MSZP Tüzér utcai székházában a kivetítőn. Sólyom László is kitért az elmúlt hetek belpolitikai eseményeire. Itt helyben az önkormányzati választások végkimenetelén, akár a részvételi arány tekintetében, akár pedig a végeredmény tekintetében változtathat-e valamit, ami a belpolitikában történt az elmúlt napokban, hetekben? Ahogy a közvéleménykutatásokat néztük, nagyon sokan követték a budapesti eseményeket, nagyon sokan hallották a miniszterelnök úr beszédét. Én azt gondolom, hogy mindenképpen befolyásolja a szavazói akaratot. Azt nem tudom megmondani, hogy melyik oldalra, tehát kiben milyen véleményt alakított, ki milyen véleményt alakított ki a beszéddel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy befolyásolta. A kampányban viszont nem csak az MSZP, hanem a politikai ellenfelünk, a Fidesz is, az ő jelöltje is folyamatosan azt nyilatkoztuk, hogy nem szeretnénk, hogyha Pécsen is ezek az események meghatározói lennének a helyi politikában, hiszen nagyon nagy feladat előtt áll ez a város, és azt gondolom, hogy felelősség teljesen kell dönteni. Próbáljuk meg a helyi eredmények, a helyi tettek alapján megítélni, hogy milyen vezetésre van szükség a városnak. Tóth Bertalan, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Egyelőre ez a helyzet itt az MSZP Tüzér utcai székházában. Kedves nézőink, kaptunk jó néhány SMS-t, és én nem felejtettem el az SMS-eket, becsszó. Az történt, hogy még nincsenek eredmények Lippóról, Szemelyről, nincsenek eredmények Pogányból sem, pedig folyamatosan keressük az interneten. Ezeket természetesen folyamatosan csekkoljuk, abban a pillanatban, ahogy vannak eredmények, meg fogjuk mondani. Csak nyugodtan írjanak SMS-t nekünk. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, nézzünk körül az interneten. Nézzük meg, hogy egy pesti eredményt szeretnék önöknek mondani, hát ha bennünket néznek hosszasabban, és nem volt idejük nézni az országos médiát, ez történt, 47,11 Demszky Gábor, Tarlós István 44,89, és a Katona Kálmán 6, Zsinka László 1, és Székely Péter 0,56%-ot szerzett. Ha visszamegyünk a megyei listákra, akkor azt lehet látni, hogy gyakorlatilag az utolsó piros szín is eltűnt a képernyőről, ami azt jelenti, hogy ami azt jelenti, hogy 52,5%-kal Baranyában a Fidesz és szövetségesei vezetnek, 40%-ra följött az MSZP, de ha összefog a baranyai emberekért szövetséggel, akkor is csak 45%-a van, és az MDF pedig 2,5%-kal van a megyei közgyűlésben. Mit lehet erről akkor most mondani? Hát önmagában ezek az eredmények, ahogy ránézünk a térképre is, hogy majdnem mindenhol narancs van, ez önmagában ez nem jelenti automatikusan, hogy ott ilyen vagy olyan koalíció jön létre, hiszen a belső arányokat még nem látjuk, tehát könnyen lehet, hogy még a Fidesz is koalíciós megállapodásra kényszerül más politikai csoportokkal, hogy biztosan kormányozzon egyiket, de ez önmagában szerintem ez jelzi azt, hogy mennyit változott a helyzet 2002-höz képest, hiszen akkor, ahogy szokták mondani, talán a Dávid Ibolyának volt, hogy kiömlött a vörös tinta Magyarország térképére, volt a hasonlat 2002-ben. Még nem köszöntettem a vendégünket, de akkor most szeretettel köszöntöm dr. Füredi Péter, az MDF polgármester jelöltjét a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kérdésem az csupán annyi lenne, hogy ön hogy értékeli ezt a mai estét? Nekünk egyik fő célunk volt, hogy megmutassuk, hogy a Magyar Demokrata Fórum a harmadik erő tud és kíván lenni. Úgy érezzük, hogy ez a polgármester jelölti választáson ez megmutatkozott. Egy önálló programmal álltunk a választópolgárok elé, és nagyon fontos, hogy Pécsett, az MDF most indult először teljesen önállóan. Tehát mind a 90-es és az azt követő választásokon mindig szövetségben indult az MDF. Ez volt az első, hogy teljesen önálló polgármester jelöltje volt, és minden kerületben önálló jelöltje. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a választópolgároknak, hogy ezt lehetővé tették, ránk szavaztak. Amit ígértünk, hogy valós alapokon nyugvó programot kínálunk a városnak, az hülyek leszünk, és rajta tartjuk a szemünket azon, hogy aki most polgármester lesz, és ahogy tudom, az eredmények alapján ez Tasnádi úr lesz,
hogy betartsa a választóknak tett ígéretét. Ezúton szeretnék neki gratulálni, és sok sikert kívánni, és kívánni azt, hogy amit ígért, azt teljesítse. Nézzük meg, hogy az MDF hogy várta a választásokat, csak előtte azért annyit, hogy Pogányról mégiscsak van eredmény, 100%-os feldolgozottsági adatot kaptunk. Dragovácz Ágnes független jelölt lesz a Pogány polgármestere, és a hétfős képviselőtestületre arról még nem tudunk sokat, legalábbis úgy tudom. Térjünk vissza egy pillanatra, akkor nézzük meg, hogy mi volt az MDF irodán ma este. Nézzük együtt, aztán beszélgetünk tovább. Itt vagyunk a Magyar Demokrata Fórum városi szervezetének székházában, az Apáca utcában, mellettem Várbíró Péter, a városi elnök. Elnök úr, új esély, új jobboldal elnevezéssel indult el az a program, amivel most az önkormányzati választásokon is szerepelnek. Mi a véleménye eddig a választásokkal kapcsolatban? Ezzel a programmal indultunk, és úgy tűnik, hogy ezt a programot meg is tudjuk valósítani. Az előzetes exit pollunk alapján nem csak a polgármesteri választások, hanem az egyéni választókerületek eredményei is ezt fogják igazolni. Mindenek előtt nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik ilyen csodálatos kiránduló időben vették a fáradtságot, hogy politikai felelősségük alapján elősegítették azt, hogy a város következő időszakának döntéseit a választások a voksai alapján befolyásolják. Tehát így úgy tűnik, a legalábbis most 9 óra előtt, hogy a harmadik erő tudunk lenni a városban, és nem csak a polgármester jelölti székért folytatott harcban. Arra gondolok, hogy az MDF értékei, a konzervatív párt értékei mindenképpen megkerülhetetlen lehetőségként jelentkeznek az elkövetkezendő 4 esztendőben, hiszen úgy tűnik, hogy az SZDSZ, mint liberális párt mögénk sorakozik az elkövetkezendő időszakban. És hogyha úgy vesszük, hogy az ÖPE, mint egy pécsi egyesület, a Fidesz alá sorolódott, illetve betagolódott, tulajdonképpen az értékek versenyében mindenképpen fontos szerepet kell, hogy betöltsünk. Elnök úr, hogy látja azt a választói bázis, szavazói bázist, akik az MDF mellett álltak most is? A parlamenti választásokhoz képest csökkente a számuk, vagy maradt ez a létszám? Az, hogy pontosan melyik réteg és ki volt, aki most ránk voksolt, miután még az eredmény, végleges eredmény nem ismert, nem tudjuk pontosan. De mindenképpen egyértelmű, hogy az országos politikai botrány és a pécsi népszavazási kedvezmény, tehát ez a tubes helyi anomália, mindenképpen egy kicsikét felrázta az itt élőket, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen meghatározó, hogy az elkövetkezendőkben milyen polgármester lesz, ez a polgármester mennyire tud majd a valamilyen összetételű közgyűléssel együtt dolgozni, és így összességében mennyire lehet kiegyensúlyozott a politika, mennyire lehet reális a döntéshozatal. Nagyon szépen köszönjük. Innen búcsúzunk a Magyar Demokrata Fórum székházából, a szó a stúdiói. Folytatjuk a Magyar Demokrata Fórumon, hiszen dr. Füredi Péter polgármester jelölt vendégünk. Én részemről egyetlen egy kérdés az, ami most adódik. Hogy fog az MDF viselkedni a közgyűlésben, már politikailag gondolom, hogy milyen stratégiával állnak a mostani helyzet elé? Igen, mielőtt erre válaszolnék, azért el kell mondanom, hogy ugye az egyik célja az MDF-nek a programja bemutatásán kívül az volt, hogy a harmadik erő szerepét magáévá tegye, és így ez a polgármesteri választáson, ez a jelöltek között a rangsorban látszik is. De a másik dolog, nagyon fontos dolog volt számunkra, hogy a két pártrendszerrel szembe menjünk, és megmutassuk azt, hogy nem csak így lehet gondolkodni, hogy vagy így, vagy úgy, hanem sokszínű a magyar társadalom, a pécsiek gondolkodása is. Úgy, ahogy szerintünk szükség lenne egy igazi kisgazdapártra, egy erős KDNP-re, ezt a sokszínűséget próbáltuk megmutatni, hogy gondolkodjanak az emberek többféleképpen, és ezt folytatni fogjuk. És ez egy átvezetne a gondolat a közgyűlési munkára is. Programok, ügyek mentén fogunk együttműködni. Most még nem tudjuk, ugye nincs végleges eredmény, hogy végül is milyen végleges összetételű lesz a közgyűlés. Ha olyan értelmes, előremutató javaslatokat látunk, ami támogatható, független attól, hogy melyik pártól jön, azt támogatni fogjuk.
amennyiben a valós gazdasági alapja is megvan, és nem csak egy légváron alapított ígéret halmaz. Az igaz, hogy frakciót nem tudunk úgy néz ki egyelőre alakítani, de azért a szervezeti és működési szabályzat a hozzászólásokat a pártoknak is biztosítja külön-külön, és ezzel élni fogunk. Köszönöm és még szépen. Egy mondat, és elismerésem a Pécs TV-nek, el kell, hogy itt mondjam, mert a média nagy része is támogatja ezt a két pártrendszert, mindig megkérdezi, vagy a Fidesz, vagy az MSZP, vagy a Fidesz. A Pécs TV lehetőséget biztosított nem csak a két nagy pártnak, hanem egyenlő eséllyel a többi szereplőnek is a választások során a bemutatkozásra. Ezt nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőink, reklámblokk következik, és aztán pedig a stúdióba érkezik Tasnádi Péter, városunk új polgármestere. Köszönöm szépen, Füredi úr. Köszönöm szépen. További sok sikert kívánok. Köszönöm. Önnek mit jelent a biztonság? Otthon a biztonságát? Autója, gépjárművei biztonságát? Vállalkozása, munkahelye biztonságát? Mi mindezt biztosítjuk. Profinfo Team. Fészek Lakópark Pécs. Egy igazi és lakható lakópark. Az Erste Bank finanszírozásában Pécs belvárosának peremén 1 hektáros parkosított területen 24-től 100 négyzetméterig teraszos, egyedi lakások, valamint garázsok, parkolók leköthetők. Fészek Lakópark Pécs. www.fészeklakopark.hu 72-510-496. Fontos önnek a családja? Szeretné felújítani vagy megvenni álmai otthonát? Tegye ezt 15%-kal olcsóbban. Válasszon bennünket. Generáli a megoldás. Új horgásztó nyílt Somogy 60-ban. A Felsőtó gazdag halállománnyal várja a horgászokat és a kikapcsolódásra vágyókat naponta 6 és 21 óra között. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Somogy 60-i horgásztó üzemeltetője, a Wagner Kft. Gyulától 15 kilométerre Sarkadon idősek otthona családias légkörrel, magas szintű egészségügyi szolgáltatásokkal várja idősek jelentkezését. Érdeklődni Sás Ildikó igazgatónőnél a 66-os körzet 375-371-es számon lehet. Hild Imre vagyok, az OTP Életjáradék ZRT vezérigazgatója. Ha életjáradékban gondolkodik, ragaszkodjon a biztonsághoz. Az igazit nálunk találja. OTP Életjáradék. Éljen vele 0640-366-600. Megjelentek a Neckermann őszi-téli katalógusai. Síajánlatainkat megrendelheti bizalombónusz előfoglalási kedvezménnyel akár december 2-áig. Döntsön gyorsan! Repülős utazásainkból szeptember 30-ig turboár kedvezménnyel foglalhat. Kihagyhatatlan ajánlatainkkal várjuk irodánkban az Árkád bevásárlóközpontban. És ne feledje, utazás a Neckermannnal egy igazi teli találat. Emlékeznek még a legendás 6-3-ra? Ugye ezt nem lehet elfeledni. 3-33, 3-33. Mi minden pillanatban azért vagyunk, hogy önök gyorsan, pontosan és kedvező áron jussanak el úti céljukhoz. A feledhetetlen 6-3-as. Volán Taxi. Nyugodtan dőljön hátra. Az ősz legújabb trendjeit az arany színeiben pompázó Árkád bevásárlóközpontban ismerhetik meg. Az Árkádban az ősz bearanyozza a hangulatot. Szeptember 28-a és október 8-a között látványos divatbemutatók segítségével ismerkedhetnek meg az idei ősz divatjával. A legújabb kollekciók pedig kiállítva is megtekinthetőek. Árkád Pécs, egyéniség a középpontban. Diákhitel, könnyedén, a Szigetvári Takarék Szövetkezet fiókjaiban. Ingyenes diákhitel igénylő csomag, díjmentes bankkártyás készpénzfelvétel és vásárlás, kedvezményes ifjúsági számlakondíciók, díjmentes számlanyitás, ingyenes számlavezetés, ingyen Sirius Maestro bankkártya és biztos, általad választható ajándék. www.szigetváritakarék.hu. We'll be right back.
Kedves nézőink, köszöntöm a stúdióba Pécsváros polgármesterét, akit úgy hívnak, hogy Tasnádi Péter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gratulálok a győzelméhez, ami ugyan nagyon szoros volt. Azt hiszem, ezt a számot soha nem fogja elfelejteni az életben. Hát igen, a 287 ez egy érdekes szám, amit meg fogok érezni biztos, de hát ezt most meg kell tanulnunk. Hogy élte meg ezeket a perceket? Hát nehéz volt bevallom őszintén, mert számítottunk arra, hogy szoros lesz az eredmény, de hogy ennyire szoros arra tulajdonképpen nem, de hát végeredmény számít. Úgy van. Most van már arról elképzelés, hogy milyen lesz a közgyűlés. Ugye ez is eléggé szoros versenynek tűnt. Most már tudjuk, hogy 7 kompenzációs helyet ajánlott fel a kompenzációs lista. Gyakorlatilag az MSZP majdnem fölénybe kerül így. Hát azért... 21 hely van így, a számításom szerint a teljes testületben. Akkor az egyel több, mint. Szavazatával együtt. Azért várjuk meg a hivatalos végeredményt, ami azt hiszem hétfőn délben, déli órák, ugye jól mondom, hétfőn déli órákban lesz meg. Én bízok benne, ez nem fog változni. Még akkor is, hogyha információk vannak arról, hogy a másik fél újra szeretné számoltatni a szavazatokat, akkor azért hétfőn délig várjunk. Most itt láthatjuk a képernyőn a győzelem pillanatait. Ez egy pont különösen érdekes kép, hiszen Kékes Ferenc az ön főnöke volt az elmúlt években a megyei közgyűlésben, és aztán pedig látható, hogy hogyan ünneplik a győzelmet. Szili Katalinnal közösen, aki egyébként elárulom, hogy itt van már a stúdióban, nem sokára személyesen is találkozhatnak vele. Mi lesz az első teendője? Az első teendő, hogy holnap a bekerült képviselőkkel és a pártelnökséggel értékeljük a helyzetet, és hát meghatározok azt, hogy hogyan, milyen módon lépünk tovább ebből a választási programnak megfelelően. Sokan mondják, hogy ön kompromisszumkész és kiegyezésre hajlamos ember. Ez mit fog jelenteni ebben a közgyűlésben? Itt ugye kell is majd kompromisszumokat kötni, mert mondjuk csak egy valaki beteg az egyik oldalról, akkor már muszáj valamiben megállapodni, nem lehet erőből. Nem idegen nekem ez a feladat, mert a nagy közgyűlésben, a nem mostani ciklusban azt megelőzően egy nagyon kiegyenített viszony között kellett politizálnunk, és nagyon megtanultuk, hogy a koalíciós partnerekkel nagyon fegyelmezetten kellett együttműködni, tehát nem volt annyira nehéz ez a kérdés. Biztos, hogy nagyon jó megállapodásokat kell kötni, nagyon pontosan kell rögzíteni az alapelveket, és hát én azt vettem észre, hogy azért a 4 polgármester jelölt és a 4 indító pártnak a programjai között nagyon nagy különbségek nem voltak, tehát én abban bízok azért, hogy ha valóban valamennyi polgármester jelölt társam, illetve párt, amelyik indított jelöltet, komolyan gondolja azt az ígéretét, hogy a város érdekében akar politizálni, akkor nem lesz nehéz megtalálni ezeket a közös gyökereket. Polgármester úr, a Pécs városa szempontjából ön szerint mit fog jelenteni ez a mostani választás? Így, ahogy most alakult. Tehát gyakorlatilag ugye egy kicsi MSZP-s többséggel, az erős ellenzékkel, amire egyébként Juhász István azt mondta, hogy nem baj, mert szívesen dolgoznak együtt, a sportbizottsági példát hozta, hogy ott nagyon jól dolgoznak együtt. Tehát a város számára mit jelent most ez a választás? Én úgy gondolom, a város számára mindenképpen előnyt jelent az, amit a választók akarata kifejez ebben a mostani helyzetben. A nagyon erős ellenzéket én nem tartom a gondnak, sőt, kifejezetten örülök neki. Amikor az ember rá van kényszerítve egy sokkal erőteljesebb gondolkodásra, és a saját programjának és elképzelésének az újragondolására, akkor az mindig csak megtermékenyítőek hat ebben a történetben. Én azt tapasztaltam, hogy ha valóban az alapelvek meg tudunk állapodni, és közös értékek mentén politizálunk, akkor ez a város számára hosszú távon mindenképpen előnyt, illetve eredményt jelenthet. Milyen jövőt szán az együttműködésben Páva Zsolttal? Hát ez egy kétoldalú kérdés, hogy... Hát majd tőle is megkérdezzük, hogy ő hogy gondolja, hogy ebben hogyan működik majd együtt. Egyrészt, amit én korábban jeleztem, hogy azt hiszem elsőként jeleztem ezt a képviselő polgármester jelöltek közül, hogy ez a város hatalmas fejlődési lehetőségek előtt áll. Gondoljunk azokra, amit rengeteg alkalommal elmondtunk a választási kampányban, illetve a vitákon. Az Európa kulturális fővárosától kezdve a versenyképességi pólusnak a fejlesztése, vagy a regionális egészségügyi klaszternek, vagy a fejlesztéseknek a kérdése. Ez nem engedi meg azt, hogy hosszan különböző kérdéseken
vitázunk, illetve acsarkodjunk adott esetben, nagyon pontosan meg kell állapodnunk a fejlesztések fő irányaiban. Ha ennek az a feltételrendszere, illetve az a szükséglete, hogy az ellenzékkel együtt irányító pozícióban is együtt működjünk, akkor nagyon szívesen adnék az ellenzéknek egy alpolgármesteri helyet. Ez egy elég komoly kijelentés, ott köszönjük, hogy megtisztelt a bizalmával bennünket. Hát akkor meglátjuk, hogy mi fog következni. Köszönöm szépen. Polgármester úr, sok sikert és jó munkát kívánok önnek, mindannyiunk érdekében. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, maradjanak velünk még egy pillanatra, nem sokára Szili Katalin, az országgyűlés elnöke ül az asztal mellett. Addig egy pillanatra nézzük meg, hogy zajlottak a kisebbségi választások. Október 1-én az önkormányzati választásokkal egy időben tartották a kisebbségi választást is. Sokan vasárnap így két külön szavazókörben is leadták voksaikat. Pécsett a kisebbségi jelöltekre egy helyen, a zeneiskola épületében a Rákóczi úton adhatták le szavazataikat a polgárok. Természetesen itt azok járulhattak az urnák elé, akik korábban már nyilatkoztak arról, hogy kisebbséghez tartozónak vallják magukat és regisztrálták is nevüket. Városunkban a megadott határidőig több mint 2500-an vétették magukat névjegyzékbe a helyi választási irodánál. Településünkön összesen egyébként 9 kisebbségi önkormányzat összetételéről döntöttek a hétvégén az emberek. A zeneiskolában kialakított 800-as szavazókörbe a bolgár, a cigány, a 801-es körben a görög, a horvát és a lengyel kisebbséghez tartozók szavazhattak, mindkét helységbe folyamatosan érkeztek a pécsiek. Persze nem csak itt, de a harmadik, a 802-es számú szavazókörben is nagy aktivitást mutattak a polgárok. 802-es szavazókörben a német, ukrán, ruszin és szerb kisebbségi választópolgárok járulhatnak az urnák elé. Ez idáig fél kettőig a német kisebbség volt a legaktívabb a választáson. A nagy szavazókedv persze nem csak a német, de az összes kisebbség tagjaira érvényes volt, ami nem csoda, hiszen életük egy fontos részével kapcsolatban hoztak döntést vasárnap. Görög vagyok, és szeretném, hogyha a görög kisebbség fennmaradna, a kultúrát eléggé mutattuk a városnak, táncházat csináltunk, eddig képviselő voltam, de ezentől már nem. Most átadtuk a helyet a fiataloknak, és szeretném, hogy a görög kisebbség fennmaradna. Az emberek hisznek, na most akkor miért higgyenek, miért nem menjen el szavazni? Akkor ő inkább ő válassza meg azt, akit ő akar. Ne az legyen, ami volt. Mert most már demokrácia van, akkor inkább az legyen, amit én akarok, nem? Azért jöttem el szavazni. A kisebbségi voksoláson este 7-ig adhatták le szavazataikat a polgárok. A választásokra egyébként egy kisebbség 5 képviselői mandátumot kaphat. A 2005-ben módosított választási törvénynek megfelelően a helyi kisebbségek győztes képviselői a következő ciklusban már nem vesznek részt a települési önkormányzatok munkájában. Köszöntöm a stúdióban dr. Szili Katalint, az országgyűlés elnökét. Jó estét kívánok! Hát nem is beszéltünk azóta egyébként itt a tévében, mióta volt az MSZP-nek egy ülése július végén, augusztus közepén, és ön ott határozott fellépést gyakorolt. És hát tessék itt az eredmény. Jó volt? Szerintem visszaigazolták Pécs városában, hogy azért ez egy tisztességes ajánlat volt a városnak. Sajnos Toller Lacit, én tisztában vagyok vele, hogy pótolni nem tudjuk, ezt szerintem a Péter is tudja. És Lacit azért egy rendkívüli szeretet övezte a közvetlensége miatt, a határozottsága miatt, és én azt hiszem, hogy nagyon jól vezette ezt a várost, viszont én akkor meg kell, hogy mondjam, úgy gondoltam, hogy lehet, hogy a Péter lehet az, aki helyettesíteni fogja tudni, hiszen hát úgy kinézetében egy picit talán hasonlít. Mondják. De nem is ez a lényeg, hanem talán az a következő idő, ami jön, az éppen egy olyan időszak lesz. Én ma úgy is köszöntöttem őt ott a pécsi MSZP irodán, hogy hát azért a Péter szerintem pontosan azokra a feladatokra, ami 2010 előtt Pécs városára vár, alkalmas lesz, hiszen nyitni fog tudni. Én azt tanácsoltam, hogy nyilvánvaló valamennyi politikai erővel fel kell, hogy vegye a kapcsolatot, hogy a jó javaslatokat begyűjtsük, és én mindig azt vallom, hogy társadalmi támogatottság nélkül reformokat és nagy dolgokat nem lehet végvinni. Szerintem a Péter alkalmas arra, hogy nyisson, és
ezeket végigvigyük. Nyilván én, mint országgyűlési képviselő is ebben maximálisan támogatni fogom. Én bevallom, hogy még arra kértem Tasnádi Pétert, maradjon a stúdióban egy pár percig, mert riporteri hibát követtem el, egyszerűen nem kérdeztem meg, hogy ami egyébként nagyon izgat régóta, nem jelente túl nagy terhet, túl nagy nyomást Toller László öröksége? Hát a feladatról beszélek, azért ez nem kis feladat lesz. Igen, ez egy sajátos helyzet, én a Lacit nagyon jól ismertem, és mondhatom azt, hogy baráti viszonyban voltunk, tehát már csak a barátság okán is az embernek egy hatalmas feladat az, hogy amit a Laci elkezdett és megtervezett, az be lehessen fejezni, folytatni lehessen. Én bízok benne, hogy meg tudok ennek felelni. Talán amit elnök asszony Katalin mondott, az érvényes, én úgy gondolom szerénység nélkül, hogy én mindig is arra törekedtem, hogy a lehető legtöbb és legjobb kompromisszumokat alkossa meg az ember, hogy próbál meg létrehozni. És minden olyan előre, amelyik ebben a városban akar tenni valamit a városért, valamelyik területen, az én együtt kívánok működni. Hónap reggel például az lesz az egyik első teendőm, hogy ismerve a másik három jelölőszervezetnek, illetve nem csak a polgármester jelöltet állító szervezeteknek, hanem valamennyi közgyűlésben listát állító szervezetnek a tevékenységét és a programját, le fogok velük ülni, és megveszem, hogy azokból mi az, amit együtt meg tudunk valósítani. Tehát egy kvázi jobbot kívánok nekik adni, egy béke jobbot, hogy dolgozunk együtt ezekre a feladatokért. Lehet, hogy manapság stílusosabb béke balt mondani, de hát ez azért... Egy kis felhangot éreztem ebben, amit egyébként azért is örülök, hogy említettünk, mert azért, ha elnézzük az eredményeket, elég szoros. Ugyan Pécsett úgy tűnik, hogy most a listákat nézegetve 7 szavazat, vagy 7 helyet adott a kompenzációs lista az MSZP-nek. Azt kérdezem a kollégáimtól, hogy így van-e ez még? Ha így van, akkor viszont igen, itt láthatjuk a teljes táblázatot, egy másodpercre vessünk rá egy pillantást. Igen. Tehát 7 az MSZP-nek, 4 a Fidesz-KDNP-nek, 2 az MSZP-nek, 2 az MDF-nek és a... SZDSZ-nek. MSZP nem összetéveszem, de SZDSZ. Ja, igen. Nem, azt mondtam, elnézést. Nem, SZDSZ. SZDSZ, MDF és az összefogás Pécsért, és nem jutott be a polgári kör Pécs és a munkáspárt 2006. Tehát ez azt jelenti, hogy 21 fős a létszám, Pécsett, MSZP-s győzelmet lehet mondani az önkormányzati választáson. Viszont nem csak Pécsett, hanem máshol is rendkívül szorosak lettek az eredmények. Nem gondolja úgy, elnök asszony, hogy egy kicsit úgy magára hagyta az önkormányzati választásra az MSZP központi vezetése a vidékieket? Hát én azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Pártnak nyilvánvaló, hogy a következő napokban elemeznie kell azt, ami mögöttünk van. Meg kell, hogy mondjam, jó néhány kérdésben én magam sem szólaltam meg az elmúlt napokban, mert én azt gondolom, hogy elég nagy tétje azért az önkormányzati választás ennek az időszaknak. És hát ezeket az elemzéseket el kell végezni, és nyilvánvaló. De én ezt hozzátenném, az összes politikai erőnek és vezetőnek le kell vonnia ennek az elmúlt hetek történéseinek a következtetéseit. És én nagyon sajnáltam azt is, ami, és talán egy picit fogalmazhatnék úgy, hogy méltatlannak is tartottam köztársasági elnök úrnak a 7 órás megnyilatkozását, ami a választási eredmények megismerése előtt történt. Én ha valamire ma az országot intettem volna, az az, hogy a demokratikus játékszabályok az alkotmányos előírások között maradjunk. Nyilvánvaló volt tavasszal egy választás, annak volt egy eredménye, és ez alapján alakult egy kormánykoalíció és egy kormány. Ez a választás ez önkormányzatokról szólt, ennek a tétje ez volt, ahhoz képest is, ami más kommunikáció is elhangzott az elmúlt napokban. De meg kell, hogy mondjam, számomra, ami a lehető legtöbbet ér ma, az ennek az országnak a nyugalma. És az ország lakosságának a nyugalma. Nem hiszem, hogy bármelyik közjogi méltóság kockára teheti ezt. Én, ha országgyűlés elnökeként, és itt a Pécsi TV-ben nyilatkozom ma erről először, lehet, hogy nem is fogok ma már többet erről nyilatkozni, de ha valami számomra ma nagyon fontos, akkor ennek az országnak a nyugalma több okból is. Nem csak azért, mert politikai értelemben én úgy hiszem, hogy az országnak a stabilitása és a hitelessége az mindenképpen megkívánja ezt, hanem
Azért is, mert egy olyan gazdasági reform lépések előtt állunk, vagy államháztartási reform lépések előtt, hogy precízebb legyek, hiszen a gazdaság egy egészen más kérdés, ami alapjában véve mindenképpen a szükségességét felveti annak, hogy ennek legyen egy társadalmi támogatottsága. És ahogy ezt Pécs városa esetében is elmondtam, hogy társadalmi támogatottság nélkül, sőt úgy mondom, hogy széleskörű társadalmi támogatottság nélkül nem lehet ezeket a lépéseket végigcsinálni, azt gondolom, hogy országosan különösen ez igaz. Hát ez egy kicsit nehéz lesz, mert ha ránézünk a térképre, akkor azt láthatjuk, hogy Budapest volt eddig rózsaszín, most már ott is mandátumegyenlőséget látunk, és a Baranyai közgyűlésben a Fidesz Kereszténydemokrata Néppárt Szövetsége vezet, méghozzá magasan, és már 78,25% van. Ez ugye azt jelenti, hogy azok az ellenzéki vélemények, amelyek azt mondják, hogy nem elfogadható ez a fajta gazdasági elképzelés, nem elfogadható Gyurcsány Ferenc kormánya, ezek az erők továbbra is igazolva érzik magukat, hiszen ha ránézünk, gyakorlatilag a megyei listákra leadott szavazatok, mert ugye ez a térkép csak azt mutatja, a megyei listákra leadott szavazatok számát. Csak azt mind a ketten tudjuk, vagy mindannyian, akik nézik a televíziót, és hogy egészen más a tétje a mostani választásnak, mint ami volt a tavaszi választásnak. Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben szerintem azért le kell ülnünk. Elemezni kell, és én azt az hiszem, MSZP-nek? A saját nem csak magával. Az MSZP-nek, valamennyi politikai erőnek, mert azért az elmúlt hetek történései azért mindenképpen fölvetik sok politikai erő, és ugye én úgy fogalmaztam néhány héttel ezelőtt, hogy ez a 16 évnyi halmazati büntetése a politikai elitnek. Bizony, pontosan azt kéri számon rajtunk ez a társadalom, hogy néhány kérdésben miért nem tudtunk elkezdeni újat alkotni, egyetérteni. Emlékezzen csak vissza főszerkesztő úr is alkotmányozás kérdésére, államháztartási reform, választójog módosításának a kérdés és az összes többi, ami ott fekszik az asztalunkon, és nem tudtunk előrelépni. Ezt ma a társadalom kikényszeríti belőlünk. Ha jól emlékszem, önnek van egy majdnem kész alkotmánytervezete. Pontosan, az is, de sorolhatnék számtalan olyan kérdést, ami kétharmadot igényel, amiben bizony tovább kell lépni. Ennek talán nem túlzása, úgy fogalmazok, isszuk a levét ma. Tasnádi úr, ön hogy értékeli a megyei eredményeket, hiszen azért széles lelátása van, meg gondolom elnök asszonynak is azért Baranya megyére. A megyében érdekes változások voltak, egy kicsit összeszedhetnénk néhány város eredményét, miközben itt vagyunk. És hát most látjuk azt, hogy többségben lesz, úgy tűnik, nagy többségben lesz a jobb oldal a megyei közgyűlésben. Ez azt jelenti, hogy nem az MSZP fogja adni valószínűleg a megyei közgyűlés elnökét. Hát pontosabban most az a helyzet alakult ki, ami az elmúlt 4 éven fordítva volt, hát abszolút többsége van a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek a megyei önkormányzatban, de ez egy országos tendencia, tehát az egész térkép, hogyha ránézünk az ország térképre, akkor be narancssárgásodott, vagy be okkeresedett, ahogy mostanában ez a szín jobban dominál. Ennek van politikai üzenete, ennek az okkernek? Nem, hát ugye egy másik kérdésbe fölment ez a... Én nem örülök ennek az eredmények természetesen, de én bízok benne, hogy a megyei közgyűlés szintjén figyelembe véve a megyének a feladatait, ott talán szintén lehet egy konszenzusos és nem egy nagyon szembehelyezkedésű adott politikát folytatni a következő 4 évben. Én megpróbálok hónap reggel, mint a pártnak a megyei elnök helyettese ebben az irányba szintén a tárgyalások során lépéseket tenni. Elnök asszony, gyakorlatilag a pécsi közvélemény azt várja ezek után majd, hogy Tasnádi Péter vezetésével egy MSZP-s többségű önkormányzat nagyobb támogatást fog kapni az országos politikától, az MSZP országos vezetésétől, mint egy olyan önkormányzat, amelyik nem ilyen összetételben áll össze. Lehet erre számítani? Számíthatanak-e arra a pécsiek, hogy megvalósulnak azok a programok, amiket Pécs tervezett? Tasnádi Péter megkapja azt a támogatást? Én ebben abszolút biztos vagyok, hogyha használhatnám, és ezért elnézést kérek mindenkitől,
azokat a szlogeneket, amit néhányan használtak itt, ha a személyem garanciát jelent bárkinek arra, hogy ennek meg kell valósulni. Három olyan dolog van, amit én úgy gondolom, hogy választóvíz azért az elkövetkező 3-4 évben. M6-os Európa kulturális fővárosának a támogatása, ami közel 40 milliárd forint, és hát a harmadik pedig azok a pólus programok, aminek a keretében például az egészségügyi programban 60 milliárd forintos támogatást kap Pécs városa. Én azt hiszem, hogy ebben szükséges, hogy tovább lépjünk, ezeket meg kell valósítanunk. Szerintem ma este Tasnádi Péter polgármester úr, de jó kimondani, erre kapott felhatalmazást, és én minden erőmmel azon leszek, hogyha lehet, akkor tényleg a lehető legszélesebb társadalmi alapokon és politikai konszenzussal tudjuk ezt megvalósítani. Ha ez így lesz, akkor reményeim szerint Pécsváros egy kis zöld sziget is lesz ebben a politikai vitákkal terhelt és tűzdelt országba, de ha én viszont országos politikusként tehetek azért valamit, hogy az ország is sokkal konszolidáltabb politikai viszonyok között tegyen lépéseket azért, hogy reform folyamatot végigvigye, akkor én is ezt tenni fogom. Úgyhogy szívesen jövök vissza a polgármester úrral is nyilvánvaló és a képviselőtársaimmal, hogy erről beszéljünk. Sőt, én azt fogom javasolni polgármester úrnak, hogy a leendő frakcióvezetőkkel, ahogy fölállt az első közgyűlés, üljenek le és tárgyalják végig azokat a neuralgikus pontokat, ahol hangsúlyozom még egyszer, ha lehet, akkor a legszélesebb politikai egyetértéssel hozzák meg a döntéseiket. Nagyon szépen köszönöm, én csak azt tudom megígérni, hogy a Pécs TV mindenről be fog számolni. Ebbe biztosak vagyunk. Mi megjövünk. Közös munkájukhoz sok sikert. És én szeretném viszont megköszönni Pécsváros valamennyi polgárának azt a higgadtságot, ahogy egyébként ez a választás végigment, és a támogatást is. És hát nyilvánvaló, hogy tesszük a szerint a dolgunk, ahogy erre most a felhatalmazást megkaptuk. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, hogy a stúdióba fáradtak, és közös munkájukhoz még egyszer sok sikert kívánunk. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, mi pedig most ellátogatunk a Fidesz irodára, megnézzük ott, hogy várták a választást. A Fidesz helyi szervezete itt az egyik belvárosi étteremben várja az eredményt. Mellettem Hoppár Péter, a párt önkormányzati képviselőjelöltje. 4 évvel ezelőtt a párt szempontjából az önkormányzati választások úgy alakultak, hogy 11 mandátumot sikerült a helyi képviselőtestületben szerezni, de egy kivételével kompenzációs listáról jutottak be a képviselőjelöltek. Most hogy latolgatják az esélyeket? Változhat ez? Jó estét kívánok! Valóban úgy néz ki, hogy 4 évvel ezelőtt a pécsi jobboldali erők külön indulásának nem volt megfelelő eredménye. Ebből úgy néz ki, hogy tanult a pécsi civil oldal és a jobboldal, és sikerült egy nagyon széles összefogást létesíteni. Ennek megfelelően a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt és az Összefogás Pécsért Egyesület a legkúrensebb, legfontosabb körzetekben közös jelölteket állított. Az a reménységünk, hogy ez eredményre fog jutni, tehát amit ön említett, az pontosan így volt, hogy egyetlen a belvárosi körzetben sikerült csak 4 évvel ezelőtt mandátumot szerezni a jobboldalnak és a civil erőknek. Most ezzel az összefogással pontosan az volt a célunk, hogy lehetőség szerint a mandátumokat megsokszorozzuk, tehát nem elég az, hogy 2-3, szeretnénk megsokszorozni a mandátumok számát, és a kompenzációs listáról nyilván ez alkalommal akkor kevesebb jelöltünk fog bekerülni a képviselőtestületbe. Polgármester választás tekintetében a legnagyobb harc a Fidesz és az MSZP között várható. Tollár László esetében borítékolható volt, hogy az előző két önkormányzati választáson a polgármesteri győzelem most az élet úgy hozta, hogy az MSZP részéről Tasnádi Péter indult a címért. Várnak ez szorosabb mérkőzést Páva Zsolt és Tasnádi Péter között? Igen, jelentősen szorosabb meccset, eredményt jósolunk és várunk, mint ahogy a pártok által tett augusztusi közvélemény kutatások is azt mutatták, hogy szoros eredmény várható. Az országos politikai események alakulása nyilvánvalóan nagy hatást tett a választók fejében az ez irányú gondolkodásban. Úgy tudjuk és úgy látjuk, hogy Páva Zsolt polgármester jelölt programja és a pécsi városlakóktól
kapott benyomások alapján az a program, amit mi összeállítottunk, az messze menőkig alkalmas arra, hogy a pécsi fejlődést meglendítse, és hogy ez a város se kicsit számkivetettként, és ne a fejlődés lemaradásában legyen élenjáró, hanem valóban kulturális fővároshoz méltóan pörgessük fel az eseményeket, és a következő 4 évben egy nagyon erőteljes fejlődési pályára állhassunk. Ez a program alkalmas arra, azt gondolom, hogy a város fejlődjön, és Páva Zsolt személye pedig mindenki tudja, hogy a város vezetésben kipróbált ügyvédről, jogászról van szó, szintén alkalmas lehet arra, hogy a város vezetését is átvegye. Nem tudjuk most még, hogy a politikai szintek hogy tagolódtak, és hogy a választók akarata mit fog hozni. Úgy gondolom és úgy értékelem Páva Zsolttal együtt, hogy Tasnári Péter személyében egy nagyon tiszteletre méltó úri ember az ellenfél, úgyhogy mindenképpen az a célunk, hogyha nem is győzünk, akkor is azokat a programpontokat, amiket felvázoltunk, és amiket a város lakói írtak velünk együtt, ezeket végre tudjuk hajtani a következő 4 évben. Hoppán Péter, köszönöm szépen. Egyre többen jönnek most ide az egyik belváros étterembe, ahol a Fidesz helyi szervezetének politikusai, az önkormányzati képviselőjelöltek együtt várják az önkormányzati voksolás végeredményét. Közben itt beszélgetünk a stúdióban, mert új vendégeink vannak. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gáspár Gabriellát és Páva Zsoltot. Jó estét, a Pécs TV stúdiójában. Gratulálok a választási eredményeikhez. Ön nagyon megszorította Tasnádi Pétert. Én nem tudom, hát ilyenkor mit mondjon az ember, de miért ne gratulálhatnék hozzá? Köszönöm szépen a gratulációkat. Én meg Tasnádi úrnak gratulálok, hiszen ő lett a megválasztott polgármester, úgyhogy neki jár a gratuláció. A második helyet aztán általában el szokták felejteni olimpiákon is, de hát ez az életrendje. De önnek most elég erős ez a második hely, nem vigaszként mondom, igen, hanem az imént Tasnádi úr felajánlott egy alpolgármesteri posztot, ami azért nem olyan szép, mint egy polgármesteri poszt, de ha tenni lehet ott is. Már ő nevesített is, hogy bennem látja a lendő alpolgármestert? Igen. Nem láttam az interjút, tehát nem tudok erre. Igen, mert önként vártadik. Ez egy szép gesztus tőle, erre majd nyilván nem tudok választ adni konkrétan még. Én egyet szeretnék leszögezni, tehát hogy nyilván ezt a választási eredményt tiszteletben tartjuk, bár egy záróéles mondat itt jön, szeretnék egy újraszámlálást kérni. Nem azért, mert... Ez borítékolható volt, hát egy ekkora különbség nem. Nem azért, mert bármilyen gyanú lenne bennünk, hogy itt valamiféle nem odaérő dolog történt, és mi ezt szeretnénk kivizsgálni, nem. Itt egész egyszerűen mind a két félnek érdeke, Tasnádi úrnak is, meg nekünk is, MSZP-nek és Fidesznek is, hogy egy tisztázott dolog legyen ebben a történetben, tehát hogy nehogy bármilyen fajta rossz érzés legyen, hogy itt valamiféle nem tisztázott helyzet állt elő, tehát ebben a szituációban szerintem ez mind a két fél számára megnyugtató. Föl is teszünk most egy táblát, lehet látni az internetes táblázatot, ahol az érvénytelen szavazatok száma 525, az önök közti különbség pedig 287. Így van. Hát ebben az esetben ez logikus, egyébként ezt a Tasnádi úr is borítékolta az imént. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy mind az 525 mondjuk önre persze, szavazott volna. Persze, ez nyilvánvaló, tehát én nem is gondolom én, de ilyen mert van még két másik polgármester jelölt is. Így van. Tehát ez az első dolog, amit mondanék. Mondjuk ez legitimitást is nyújt, hogyha az újraszámlás után is így marad a helyzet. Persze, így van. Tehát az eredményt elfogadjuk, még egyszer mondom, de egy ilyenfajta kontrollt még szeretnénk azért biztosítani az ügy számára, hogy ez rendes kifutása legyen. Egyébként pedig visszatérve a Tasnádi úr ajánlatára, mint polgármester úr. Igen, hát ezzel nagyon érdekelne, hogy ezt hogy fogadja. Erre most direkt választ igen, nemet nem tudok mondani, ellenben a következőt mondanám. Valóban a pécsi önkormányzat erőt, Pécs város erőt nagyon komoly kihívások állnak a következő 4 év során. Ezek nem csak az Európai Kulturális Főváros, hanem nagyon sok minden más dolog van, ami tényleg azt kell mondjam, hogy nem mehet úgy tovább, hogy eddig ment, ezeken változtatni kell. Ehhez egy egynemű közgyűlési többség, tehát egy MSZP dominancia, önmagában szerintem kevés. Tehát itt olyan fajta konszenzus kell teremteni, amelyikben ebben a közgyűlésben igazából soha nem volt meg, sajnos azt kell mondjam, az elmúlt 4 ciklusban, amely felrúgja az eddigi hagyományokat, tehát ebbe azt gondolom elsősorban, hogy az ellenzék számára sokkal több funkciót, sokkal több pozíciót kell biztosítani, mint eddig történt. A polgármestereken túl én a bizottsági elnöki leosztásban is látok olyan fajta mozgásteret, amit jó lenne kihasználni.
azért, még egyszer mondom, nem azért, mert bárki mohó lenne a részünkről, beszeretnénk minél több pozíciót zsebelni, hanem azért, mert a városnak erre van szüksége. Az, hogy a programok jól tudjanak menni, ez egy komoly közülési konszenzust kell kialakítani. Ebben egyébként Tasnádi Péter személye mindenképpen alkalmas személyiség, tehát az ő habitusa, eddigi munkája, eddigi tapasztalatai szerintem erre őt predesztinálják, tehát az ő személye tényleg azt mondom, hogy egy garanciális elem ebbe, számunkra is egyébként, de tényleg az kell, hogy az volt a, mondjam így, esetleg más állásponton lévő MSZP-s képviselőket vagy erőket neki féken kell tartania, hogy ez a fajta konszenzus ne szenvedjen hajótörést ezeken a fajta ellenállásokon. Ez azért is érdekes, mert nem hinném, hogy retorikai okokból mondta volna Juhász István is, hogy szabályosan örül annak, hogy erős ellenzék lesz, hiszen innentől kezdve mindenki arra lesz kényszerítve, hogy konszenzussal dolgozzon együtt, és hogy minél többet dolgozzanak együtt. Ön ezt egyébként a bizottsági munkában sokat gyakorolta, a Kulturális Bizottság tagjaként, nagyon sokszor még pártársai ellenében is kifejezte véleményét, ha egy ügyben úgy látta, hogy érdemes mellé állni. Nem tudom, hogy mibe fejeztem ki ugyan pártársaimmal szembe a véleményemet, de én azt gondolom, hogy mondjuk konkrétan a nem kultúrában... egy frakció véleményről beszélek, hanem egyes igen, hát általában egyébként önálló véleményem szokott lenni, ami a frakcióval is többnyire megegyezik. Én azt gondolom, hogy együttműködni kell, a város érdekében kell együttműködni, konkrét ügyek mentén mindenképpen együtt kell működni, ilyen például az Európa Kulturális Fővárosa, amiben egyébként idáig is volt egyfajta együttműködés, sajnos nem akkora, mint szerettük volna, hiszen a véleményünket gyakorta nem kérték ki, noha ezt felajánlottuk. Tehát ezt felajánlottuk, segítségünket felajánlottuk, ez nem történt meg. Reméljük, hogy amennyiben Tasnádi úr vezeti a közgyűlést, és ő lesz a polgármester, ennyiben ez változni fog, tehát valóban támaszkodni fog az ellenzék véleményére, mert idáig valóban inkább csak azt a fajta kontrollt gyakoroltuk, amit egyébként egy ellenzéknek meg kell tennie. Bizonyos dolgokba lehet együttműködni, konkrét ügyek mentén ez eddig is megtörtént, remélhetőleg eztán is meg fog történni, és kizárólag a város érdekét nézzük e tekintetben. Hát egy helyi politizálás az nem is annyira pártalapokon kell, hogy történjen. Hogyha most én jól emlékszem a pénteki polgármesteri vitára, akkor önök először is nyertek egy-egy sört a felajánlótól. De az... csak mi nyertünk a Tasnádi úrról, mert az MDF és az SZDSZ kollega nem mondott konkrétumot, emlékszem. Nem. Nem, valóban nem, önöknek is fizetni kell, nem volt elégedett az ügyfél a nyilatkozatokkal. Pedig mi konkrét tételezünk. De ezt akarom mondani, hogyha összeadjuk azokat a munkahelyeket, amiket önök le is szerveztek már, akkor az kétszer annyi, mint hogyha csak az egyikük persze elképzelései valósulnának meg. Tasnádi úr olyat is mondott ennél az asztalnál egyébként, hogy a Páva úr elképzeléseit nagyon szívesen beépítené egy közös munkában a város érdekében és a város együttműködésében. Hát az is előfordulhat, hogy akkor a város felvirágzása immáron politikai csatározásoktól mentes lesz, vagy túl naív volnék? Szerintem igen, ez egy picit naív szerkesztő úr, nem akarok itt... Hát ezt én sem gondoltam azért komolyan. Nem akarok itt károgni. Én egyszerűen annyit mondanék, hogy nyilvánvaló a közgyűlési erőknek van egyfajta politikai kultúrája, hagyománya, értékrendje, stb. Ezek eddig is működtek, ezután is ki fognak ezek jönni, ezek az értékrendbeli különbségek, azonban én pontosan azt érzem, hogy a feladatoknak a nagyságrendje egész egyszerűen nem teszi azt lehetővé, és nem is szabad, hogy lehetővé tegye, hogy ezek a fajta értékrendbeli különbségek, differenciák az eddigi stílusban folytatódjanak a pécsi közgyűlésben. Ergo, én azt mondom, hogy igenis én is optimista vagyok a tekintetben, hogy a közgyűlési erőviszonyoknak a nagyon nagyfokú kiegyenlítődése az ilyen értelemben költőjének megtermékenyítőre fog hatni a közgyűlésnek a munkájára, tehát szerintem sokkal jobb lesz az együttműködés, mert hogy kényszer van a tekintetben a felek között. Jött egy SMS, és ez egy nagyon aranyos SMS, beszélgetésünk végére jó is lesz. Azt írja, hogy Péternek gratulálok, és bízom abban, hogy Zsolt elfogadja a felkínált posztot, ha a helyzet így alakul. Az tényleg jó lenne, hogyha Pécs városa a politikai kultúra európai fővárosa is lehetne. Én arra invitálom önöket, hogy nézzük át együtt, hogy áll a táblázat a közgyűlést tekintve, mert már elég magas a feldolgozottsági arány.
egy pillanat, ezt nézzük meg egyszer fönt, hogy mennyi a feldolgozottság. Egy másodperc, egy kicsit csúszunk följebb, nézzük meg, hogy mennyi a feldolgozottság. Azt nem írja. Nem, ez a, csak a polgármester, az önkormányzati választásnak nincs ott a feldolgozottsági aránya, valahol majd megtaláljuk a táblázatban egyébként. Tehát Csizi Péter akkor kompenzációs listán, Gáspár Gabriela 56%-kal vezet, 33 ellenében. Nagy Csaba, ez a választókerület száma, ugye? A 10-es választókerület. Valaki kérdezte Vasast. Egyébként Erb József listán, Páva Zsolt listán, Schneider János listán, Szőcs Sándor listán, Mellár Tamás egyéniben, ami azért is érdekes, mert sokáig nem is volt itthon egyébként. Igen, de hát ő pécsi egyetemi tanár. És Révész Mária is így volt, de ő is megnyerte egyéniben. Igen. Trombitás Károly, Bognár László, Hoppál Péter. Egyébként ez érdekes, hogy ilyenkor, amikor benne van a KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület, akkor ez azt jelenti, hogy az Egyesület nem fog önálló frakciót alakítani. De igen, de azt jelenti. Na most egy pillanatra elhangzott Vasas neve. Igen. Huba Csaba, ott mellett találni a 01-es választókat, a Vasas Hird és Somogy település részeket foglalja magába. Tehát rákattanhatunk, megnézhetjük közelibe, hogy mi volt az eredmény. Nagyon kellemes meglepetésnek érzem az ő jó szereplését. Tóth Mihály egy régi veterán képviselő szabadhölgyre egyáltalán ilyet mondani, és az ő ellen való győzelem azért egy nagy fegyvertény. Hát ez nagy fegyvertény, mert Tóth Mihály tényleg aztán mindent megtett azért, hogy itt a körzetében alakuljanak a dolgok. És menjünk akkor vissza, tehát ugye úgy néz ki a dolog, a megállapodás köztünk úgy jött létre az ÖP-vel, hogy akit az ÖP-e delegál, mármint képviselő, közös képviselőjelöltet, és befut egyéniben, akkor ha meg lesz ennek a keret feltétele, tehát három mandátum, akkor ők önálló frakciót alakítanak, nyilván szoros együttműködésben velünk, és hogyha megnézzük, pont ennél a résznél van nyitva ez a névsor, Kővári János és Engvárszki Attila mind a ketten ÖP által delegált egyéni mandátumot nyert képviselők, és ha jól tudom, van valahol még elbújva listán egy listás hely is, amit a kompenzációs listáról nyertek. Ilyen módon nekik három képviselők van, tehát ők már rögtön frakcióképesek lesznek. De nem lesz frakcióképes az MDF? Amit ezt gyanítom, hogy önök nem is nagyon bánnak. Nem, én ezt és nem mondom. És nem lesz akcióképes az SZDSZ sem. Én nem hiszem, hogy ez ennyire fontos lenne. Jó, csak piszkálottam. Igen, éreztem, azért is mondom. Csak éles volt a vita önök között a polgármesteri fórumban, és ezért gondoltam. Nem, hát az MDF-nek az a fóbiája van, hogy itt neki középen jobbra-balra ütni, verni kell az MSZP-t is, meg a Fideszt is, és ez kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen didaktikussá vált az elmúlt időszakban, tehát bármit csináltam én, kaptam egy füles az MDF-től, meg az MSZP persze ugyanígy, tehát egy kicsit ilyen már előre könyvelhető volt, hogy milyen lépések jönnek a felvetéseinkre. De én azt itt mondom, egyébként azt nyilatkozták, igen, hogy a civil politizálás hívei lesznek, tehát nem annyira politikai platforma szeretnék ezt a döntéseket hozni. Hogy elmondjam az MDF védelmében, mivel én kezdtem a támadást. Azért mondjuk az a jó, hogyha a civilek politizálnak civilként, a pártok meg pártként politizálnak, mert szerintem az a tiszta képlet. Ha valaki egy párt színeibe indul, akkor lehetőleg a párt színeibe politizáljon. Amennyiben ezt nem tudja megcselekedni, természetesen függetlenedhet attól, de azért ez... Jó, én nem akartam politikai vihárokat kavarni, tudtam kihagyni a helyzetet. Akkor menjünk vissza még egy kicsit, és aztán kapcsoljuk a Városházat perceken belül, hiszen Major István ott áll a végeredményekkel. Itt látjuk az MSZP-seket. Ők az egyéni MSZP-s jelöltek, illetve most már győztesek, igen, mondhatjuk így is. Így van. Hát ők Uránba és Kertvárosban taroltak, azért ezt nyugodtan nevén nevezhetjük, ahol szoktak, ugye. Igen. Igen, így van. Hát beszéltünk is róla, hogy mik számítanak MSZP-s körzeteknek, és mit számítanak fideszes körzeteknek. Haladjunk lejjebb, és akkor ott látjuk a kompenzációs lista nagy részét, és itt látszik, hogy gyakorlatilag kialakult a pécsi közgyűlés. Új névsora, vannak új nevek, akikkel nagyon sok új név van. Nagyon sok új név van, így van. Érdekelne, hogy hosszú hetényben milyen eredmény született, az már nem pécsi választókerület, de majd megkeressük. Önöknek jó munkát kívánok. Köszönjük. A közgyűlésben, lesz köszönjük mit tenni, szépen. Ahogy elmondták, és sikeres együttműködést az ügyek érdekében. Kedves nézőink, mi pedig kapcsoljuk a Városházat Fizer Zoltánmanat. Szia, Zoli! Köszönöm a kedves nézőket, szervusz János. Itt áll mellettem
Major István, a választási iroda helyettes vezetője, akitől elsőként szeretnék egy összegzést hallani a ma estére vonatkozóan. Hát úgy néz ki, hogy egy elég fárasztó, de hát eredményes napnak vagyunk a végén. A választások, mint ahogyan már korábban is elmondtuk, tulajdonképpen szépen csendesen folytak. A mai nap folyamán olyan rendkívüli esemény nem történt, amely gondot okozott volna a választási bizottságnak. Három olyan ügyel kellett foglalkozniuk, amelyek esetében szórólapok terjesztése miatt volt kampánycsendsértés, de hát ezek bizonyítás hiányában, illetőleg formai hiányosságok miatt elutasításra kerültek. A bizottságnak más beadványokkal vagy feljelentésekkel nem kellett foglalkoznia. A szavazatszámláló bizottságok elvégezték feladataikat, kitöltötték a szavazókörű jegyzőkönyveket, megtörtént ezeknek a városházára történő beszállítása, most folyik még ezeknek a feldolgozása, majd pedig a holnapi nap folyamán sor kerül a választókerületi eredmények megállapítására. Az némi pluszt jelenthet majd most az önök számára, hogy Páva Zsolt és Tasnádi Péter között egy meglehetősen kis különbség alakult ki a választási eredményt illetően. Amennyiben a Fidesz kéri a szavazatok újra számlálását, ez mennyivel hosszabbíthatja meg a végleges eredmény kihirdetését? A szavazatok újra számlálására a jogi szabályozás keretein belül van lehetőség, és ehhez egy kis segítséget kell igénybe vennem. Ilyen késői órán már a szavazatok újraszámlálása a szavazás lezárását követően csak jogorvoslati úton lehetséges. Ezt vagy jogorvoslati kérelem alapján a választási bizottság vagy bíróság állapíthatja meg, azonban ez feltételekhez kötött. Ilyen feltételek, hogy a kérelmet a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára hivatkozva kell benyújtani, vagy a jogorvoslati kérelem elbírálása csak újra számlálás útján lehetséges, és még egy feltétel, hogy ennek ráadásul még egy matematikai esélyének is kell lenni, hogy ez az újra számolásnak egyáltalán van matematikai esélye, hogy új eredmény szülessen, az eredmény megváltozzon. A települési képviselő választás, polgármester választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg. E döntés ellen természetesen lehet fellebezni, erre a eredmény megállapítását követő harmadik napon 16 óráig van lehetőség, de döntés ellen a bizottság szavazóköri eredmény megállapító döntésének törvénysértő volta, vagy a szavazóköri eredmény összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó jogi szabályozás megsértésére, jogszabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebezést benyújtani. Nagyjából az eredményeket már jól láthatjuk, itt a Városházán is egy picit elcsendesedett minden. Viszont a választási irodán még nem áll meg az élet, milyen feladatok állnak még most önök előtt? Hát valóban most itt a 155 szavazókörnek a jegyzőkönyveit itt a Városháza három szintjén az átvevő csoportoknál vannak, még átvizsgálják, hogy formai tartalmi szempontból minden megfelelő legyen, a szükséges papírok meglegyenek, ezután összegyűjtjük ezeket, rendezzük, rendszerezzük az anyagokat, előkészítjük a tulajdonképpen a holnapi eredmény megállapítást. Gyakorlatilag önök a kora reggeli óra óta már itt vannak. Várhatóan mikor mehetnek majd haza? Hát valószínűleg a holnap kora reggeli órában, úgyhogy ez egy ilyen 24 órás műszak. Az adminisztrációs részben történt-e bármiféle hiba, vagy pedig gyakorlatilag gond nélkül zajlottak itt a munkálatok? Hát ez egy igen nagy precizitást és odafigyelést igényelő munka a szavazókörű jegyzőkönyvvezetők munkája, akik kint dolgoznak a szavazókörökben, és bizony ezeknek a jegyzőkönyveknek a kiállításakor bebecsúsznak adminisztratív hibák. Ezek egy része korrigálható, javítható, de végső soron, hogyha szükséges, akkor bizony a szavazatszámláló bizottságokhoz visszamennek ilyenkor a szavazóhelyiségekbe, és a bizottságok együtt korrigálják, hogyha valami számszaki hiba történt a jegyzőkönyvet kiállításakor. Arra kérem, hogy egy pillanatra még mindenképpen maradjon itt velünk, hiszen megkérdezem, hogy a stúdió részéről van esetleg valamiféle kérdés. Igen, van, nem tudhattad, itt a stúdióban Páva Zsolt bejelentette, hogy mindenképpen szeretnék kérni a szavazatok újraszámlálását. Már csak azért is, mert 550 érvénytelen szavazat volt, a szavazat különbség viszont a két polgármester jelölt között 287 volt pontosan. Tehát van matematikai esélye az újraszámlálásnak, mi ilyenkor a teendő?
A kérdés úgy szólt, hogy matematikai esélye most már van az újraszámlálásnak, hiszen nagyon sok volt az érvénytelen szavazat, 500 fölött, és a két jelölt közötti különbség, szavazatbéli különbség ehhez képest szerény. Mi lehet ilyenkor a teendő? Hát valóban az adatok azt mutatják, olyan közel 300 szavazatnyi differencia van a két jelölt között, és az érvénytelen szavazatok száma pedig 500 fölött van. Egy ilyen újra számlálásnál, újra értékelésnél természetesen ilyen nagy számú szavazat esetén felmerülhetnek olyan esetek, hogy egyes szavazatokat újra más szempontból, illetve hát törvényesség szempontjából félrenéztek, de ezek elenyésző számúak, egészen biztos leszek benne, hogy ez túl nagy számban nem fog előfordulni, és hogyha az 500 körüli érvénytelen szavazatot nézzük, hát azok ide is fognak játszani, meg oda is. Tehát az nem valószínű, hogy valamennyi érvénytelen szavazat egyik vagy másik oldalra lesz érvényes majd az újra számolásnál. Hogy aztán ezt követően megmarad-e ez a különbség, hogy ez nő vagy csökken, ezt előre megmondani nem lehet. Amennyiben ez a különbség bár jelentéktelen is marad, a szavazatok számát tekintve akár egy szavazattal is nyerni lehet. Természetesen ez a jogszabály értelmében ez így van. Köszönöm szépen Major Istvánnak, a szó ismét a stúdiói. Itt vagyunk a stúdióban Kákai tanár úrral, aki rettenetesen komoly matematikai számításokat végzett. Hát abban a szempontból néztem meg a mandátumokat és azoknak a megoszlását, hogy lehet-e valamilyen módon győztest hirdetni, vagy egy párt mondhatja magáról, hogy összességében megnyerte az önkormányzati választást. Ez alapján néztem meg. Most leszámítva nyilvánvalóan a függetleneket, hiszen a kis településen a megválasztó polgármesterek, illetve a testületek döntő hányada független. De hogyha így nézzük az adatokat, és beleveszük a nézhetjük a táblákat. Tehát beleveszük a polgármester, a képviselőtestet, a fővárosi közgyűlés tagjait, és összesített mandátumot nézzük, akkor az ellenzéki párt, tehát a Fidesz és a KDNP közösen a dupláját szerezte a mandátumoknak, mint az MSZP és az SZDSZ együtt. Tehát úgy tűnik, hogy itt valóban... Dupláját. Tehát a két párt együtt 4053 mandátumot szerzett, míg az MSZP az SZDSZ együtt 1987-et. Ha százalékosan nézzük, ez 22,15 és 10,86, tehát valójában itt úgy tűnik, hogy amit vártak ellenzéki oldalon, hogy valójában ez egy bizonyos szempontból egyfajta kormánnyal szembeni kritika lesz ez a választás. Hát ebben a szempontból úgy tűnik, hogy igazuk van, hiszen itt csomó helyen, olyan helyen, ahol egyértelmű és baloldali fölény mértek, ott is szoros lett, mármint a polgármester választás, de mögötte lévő testületi választás is sok helyen egy elég kiegyenlített testületet volt hozott ahol létre. Ahol teljesen átfordult. Tehát így van. De olyan helyet, ahol teljesen átfordult, megfordult a tehát nagyon érdekes, hogyha nézzük például, hogyha a főváros nézzük. Tehát a főváros, nézzük meg főváros, a főváros hogy kerületeit veszük, van egy ilyen ábra is, ahol a kerületi arányokat veszük alapul. Hát ahhoz képest, ahogy a fővárosban a Fidesz szerepelni szokott, hát elég szépen hoztak magukon, sőt, hogyha nézzük a közgyűlés, a fővárosi közgyűlés összetételét, ha esetleg az MDF meg tud állapodni a Fidesz-szel, akkor 33 mandátumot szerez, míg az SZDSZ-nek és az MSZP-nek együtt szintén 33 így mandátuma van. Hát látszik a rajzom. És hogyha ebben a szempontból a főpolgármester a lényeg, ő a mérleg nyelve, így egy mandátumos többsége lehet a kormányzatok ahhoz képest, amilyen mandátumok voltak korábban, hát ez egy egyértelmű hát és földcsúszamlásszerű változásként lehet értékelni. De ebből szempontból nagyon érdekes a Somogy megye. Ez azért is érdekes, bocsánat, hogy közbevágok, közben nézzük meg Somogy vegyét, meg azért, ja, itt a fő polgármester választás, most azt is látjuk, hogy áll a helyzet, picit frissülünk. Hát ez elég szorosnak marad az egy, tűnik. Másfél százalék durván a kettő között. De még van 4,3. Elvileg még változhat a dolog, de a Demszki Gábor sose szorították. Ennyire még sosem. Tehát ez mutat egyfajta hát hangulatváltozást. De ez azért is érdekes, mert azért az elmúlt idők zavargásai pont Budapestet dúlták fel. Budapestnek került 100 millió forintjába a helyreállítást. Igen. Ez egy érdekes történet. Úgy tűnik, hogy a fővárosban az a fajta választási kampány szerintem, amit Demszki Gáborék vittek, hogy az legutolsó pillanatokban lényegében erre a rendetlenség, bizonytalanság, káoszra épített
kerültette föl Demszky Gábor a kampányát, és kerültette... Mondjuk kihasználta ezt a lehetőséget. Így van, és kerülte Tarlossal a négy szem közti megméretetés. Ez úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez a kicsit elég lett neki, hogy nem állt ki vele talán szóban megküzdeni, ahol várospolitikáról lehetett volna vitatkozni. Nézzünk körül a megyékben, nézzük meg Somogy megyét például. Somogy megye, a megyei közgyűlés egy nagyon érdekes helyzet, ugyanis hogyha a Fidesznek az állás oldalára nézzük a Somogy megyei közgyűlést, akkor a Fidesz 20 mandátummal rendelkezik. Igen, de az MSZP és a Somogy értek. Így van, így van. Tehát hogyha a Somogy megyei közgyűlésben, hát a Somogy ért egyesület az MSZP-vel működik együtt, akkor is 20-20. Tehát az is egy teljesen pat helyzetet hoz létre, és már rajtuk kívül nincs is más. Tehát itt úgy tűnik, hogy ha összefog az MSZP a Somogy ért egyesületen, akkor sem tud egyedül. Tehát akkor sem tudnak így kormányozni. Tehát valószínűleg ennek a dolognak, hát vagy pedig a Fidesz állapodik meg, vagy az MSZP-vel, vagy pedig a Somogy ért egyesülettel. Hát ezek egész érdekes történetek. Arra kérem Weiss László kollégámat, nézzen utána azoknak a városoknak, amiket kértünk. Van szigetvári kérés, tudunk mondani szigetvári eredményt? Aztán Hosszúhetény. Szigetvári eredményben 100% Pajzs József lett a polgármester, magasan Német Imre független, és a volt polgármester Mosgai Péter pedig nagyon-nagyon kikapott a versenyben. Ha tudunk találni, akkor én kérem, hogy nézzük meg a Hosszúhetényi eredményeket, illetve azokat a kisebb településeket, Lipót, Nagyharsányt, illetve hát volt szó még továbbra is Szentlőrincről. Szentlőrincen is elég alacsonyan állt a feldolgozottság. Addig, amíg ezek előkerülnek, ezek az eredmények, azért az elég fontos kérdés, hogy valóban most mindenhol akkor megváltozik a politizálás? Mert itt ez megdöbbentő volt, hogy Tasnádi úr azonnal felajánlotta Páva Zsoltnak az alpolgármesteri pozíciót, akit úgy láttam, hogy egyébként akinek ez kifejezetten jól esett. És ha nem lesz belőle megyei közgyűlési elnök, akkor még az is lehet, hogy MSZP-s vezetés, Fideszes alpolgármester. Igen, tehát ez egy kérdés mármint a jövőre vonatkozóan, hogy azokon a helyeken, ahol ilyen szoros eredmények születtek, ott abban az irányban mozdulnak el a szereplők, hogy kötnek egy megállapodást, egyfajta konszenzust, hogy egyáltalán várost hát most nagyon szorosak lesznek vezetni lehessen, így van. Viszont ez összességében is egy érdekes helyzetet teremthet. Tehát, hogyha ennek az országos üzenetét nézzük, tehát hogyha nézzük a megyei közgyűléseknek a színezetét, megyei jogú városokat nézzük, vagy a főváros nézzük, úgy tűnik, hogy abba az irányba mozdult el a lakosság, ami egyfajta protestszavazatként lehet fölfogni a kormányzati lépésekkel szemben, abba az értelemben nyilvánvalóan, hogy olyan helyeken veszített, vagy lett nagyon szoros, ahol eddig baloldali fellegvárok voltak. Tehát innentől kezdve érdekes, hogy belemegy a kormány abba a mederbe talán, hogy megszorításokat hajt végre, miközben úgy tűnik, hogy már most egy olyan helyzet van már az országon belül, ami hát a konszenzus legkevésbé sem feltételezi. Tehát ha folytatja tovább ezt a kiszorítóstit, ami most megy az országos szinten, hogy nem állapodunk meg, és megnézzük hát a... most elvégben folytatódnak a tüntetések Budapesten. Így van, tehát ez egy, és ebben a szempontból kell talán visszatérni, itt említették a köztársasági elnöknek a választások lezárták. Mi volt ez a mai beszéd, hogyha valaki nem hallotta hát volna? Kódolva nagyon súlyos szavakat, súlyos szavakat mondott a köztársaság elnök. Egyrészt megismételte azt, hogy a miniszterelnök adós maradt egy véleménnyel, és valahol indirekt módon, hát illetve egy olyan bocsánat kérdéssel, amit a miniszterelnöknek meg kellett volna már tenni az ő véleménye szerint, és ezt határozottabban fogalmazta meg a köztársaság elnök, hiszen úgy is lehetne értelmezni, hogy korábban a miniszterelnök ezt a köztársasági elnöki kérést ezt nagyvonalúan füle mellett elengedte. Most ezt még egyszer megismételte a köztársasági elnök. Ez nem volt egy nagyon politikus lépés egy választás napján. Hát igen, ez egy nagyon érdekes volt, hogy az eredmények ismerete nélkül egy ilyen jellegű véleményt fogalmazott meg a köztársasági elnök. Bevallom őszintén, én az elnök asszonytól nem mentem ezt visszakérdezni, mert így is nagyon sarkosan fogalmazott. Sőt, hogyha az utolsó mondatait veszük a köztársasági elnöknek, akkor azt mondta, hogy ebben a helyzetben, mivel úgy tűnik, hogy ez a fajta
probléma, az a morális probléma nem oldódott meg. Ebben az esetben ilyen megszorító intézkedéseket, amiket egyébként a köztársasági elnök nem vitat, így belemenni ilyen morális helyzetbe, ő nem tartja túlságosan szerencsésnek, sőt, azt fogalmazta meg a beszédnek a végén, hogy ennek a dolognak a felelőssége hát a kormányzó erő kezében van. Tehát nem a miniszterelnöket élvezte meg, hanem a kormányzó erő kezében van. Tehát ez önmagában is egy érdekes feltevésekre adhat lehetőséget. Hát akkor is együtt kell élni ezzel az állapottal manapság, és mindenképpen érdekes helyzet lesz az, hogy kénytelenek, egymásra utaltak lesznek a politikai erők a jövőben. Az is lehet, hogy a vidéki települések egyre inkább el fognak szakadni a politika vezérfonalától, és elkezdenek európai kapcsolatokat kiépíteni, és európai utakat járni önállóan. Erre nagyon sok lehetőség nyílik ugyanis. Igen, csak én hadd utaljak egy nagyon fontos hát momentumra, ami a fejlesztésekkel kapcsolatban megjelenik. Ugyanis tudjuk, hogy a kormány nem tudta keresztül verni a közigazgatási reform elképzeléseit, tehát a megyék megszüntetésére és a régiók létrehozására vonatkozó javaslatát. De azért szervezeti szinten teszik. Ezt mondom, tehát a fejlesztési pénzek és egyéb adminisztratív dolgoknál egyébként már regionalizál a kormány, viszont most hát a megyékkel szemben kell megtenni, ahol úgy tűnik, hogy a Fidesznek hát jelentős többsége van, tehát ez újabb konfliktusokat eredményezhet a későbbi folyamán. Tehát itt, hogyha a kormány nem kíván továbbra sem tárgyalni az ellenzékkel, a javaslatait továbbra is lesöpri és kommunikatív eszközökkel próbálja a látszat kormányzást vagy megteremteni, vagy ilyen indirekt módon próbál megyéket hátrányos helyzetbe hozni, hát ennek elég súlyos következményei lehetnek ebben az összefüggésben. Ez mit jelent, hogy súlyos következmény? Hát újabb tiltakozási hullám várható? Pontosan, hiszen itt a fejlesztési pénzeknél úgy tűnik, akkor könnyen lehet, hogy a megyék kimaradnak ebből a fejlesztési pénzekből, ha kistérségeket akar továbbra is támogatni a kormány, ahogy próbáltok, vagy pedig a regionális közigazgatási átszervezésekről kell még beszélni, amit szintén a kormány hát indirekt módon már csinál. Ez azt jelenti egyébként, ez most egy érdekes gondolat, és nem akarom túl sokáig ragozni, ez csak azért mégis érdekes, hogy a megyerendszer lebontásáról most már mind a két párt hangsúlyosan beszélt. Most viszont egy olyan bástyája épült az ellenzéknek a megyei közgyűlésekben, amiket valószínűleg nem szívesen adna fel. Igen. Bármennyire is tudja, hogy ennek meg kell történni. Ez kicsit úgy néz ki, mint volt 2002-ben, csak fordított előjellel. Tehát akkor, amikor a szocialisták megnyerték a választást, ott a megyék többségét is birtokolták. Akkor nem kezdett ebbe a reformba bele a kormány, mert nyilvánvaló sok megyei szocialista politikusnak nem volt ez érdeke. Most viszont egy fordított konstelláció alakul ki, tehát a kormánynak egy viszonylag ellenzéki túlsúlyú megyékkel kell szembenéznie. Na most ugyanezt a helyzetet hát eredménye, vagy megpróbál megállapodni a parlamenten belül az ellenzékkel, akár egy közigazgatási reform esetében, aminek most hát nézzük a politikai realitásait, nem sok van, illetve egy másik oldalon lehetséges ez, ha egy konszenzus orientált a politikát vinne a kormány. Tehát az egy kérdés, hogy az elkövetkező időszakban ennek hatására a kormány revidiál bizonyos döntéseit, tehát hajlandó bizonyos kérdések kapcsolatban valóban érdemben tárgyalni, vagy pedig állandósítja a háborút az ellenzék, illetve a megyékkel is mondjuk bármi meg kéne nézni, hogy a megyei jogú városokban milyen áttörés, vagy történt-e áttörés az ellenzéki oldalon, de hogyha éppen néztem a 10-nél nagyobb lakosú településeknél, a megyei jogú városoknál, mandátumokat tekintve mindenhol az ellenzék szerzett többet. Egyedül a fővárosban van kismértékű kormányzati mandátum többség. Tehát ez egy meglehetősen megváltozott helyzetet jelent. Hát ebben nyilvánvalóan a kormánynak le kell vonni a konzekvenciákat, hogy a továbbiakban itt fog tenni. Az utolsó gondolat ebben az ügyben, folyamatosan követelik Gyurcsány Ferenc lemondását. Ott fognak tüntetni a parlament előtt. Az MSZP magas szintű politikusai újragondolásról és átgondolásról beszélnek. Előfordulhat-e az, hogy megy az államfő, megy a kormányfő, de marad mondjuk az MSZP-s kormányzás? Hát többféle opció lehetne, tehát erre a helyzetre kidolgozni, tehát van ez a fajta forma, tehát hogy esetleg menesztik a miniszterelnököt. Orbán Viktor határozottan megmondta, hogy ha nincs Gyurcsány Ferenc, akkor ő hajlandó tárgyalni az MSZP-vel. Hát igen, csak én azt gondolom, hogy hát attól még talán messze vagyunk, mármint attól a pontig, hogy nézzük meg a holnap retorikáját. Egyrészt, és hát egy fontos dolog szerintem maga a tisztújtó, tehát ugyanis a miniszterelnök indul az MSZP elnöki székért is, na ott szerintem már le lehet mérni, hogy van-e a váltás hangulat az MSZP-n belül, vagy sem.
Hát meg fogjuk látni közben. Kollégáim veszik elő folyamatosan az eredményeket. Itt Palkonyát és Pellérdet is kérik, de el kell mondanom, kedves nézőink, hogy vége a műsoridőnknek, lassan elbúcsúzunk. Itt ez az elemzés elsősorban azt szolgálta, hogy ebben a mai rendkívül érdekes és azért történelmi pillanatban, mert még ilyen azért nem volt, hogy ilyen események előztek volna meg egy demokratikus választást Magyarországon. Ezen is túl vagyunk, ezt is megéltük. Úgy tűnik, hogy ki fog lábalni az ország ebből a válságból. Úgy tűnik, hogy egyre inkább a konszenzus és az európai politizálás irányába haladunk, mert bevallom őszintén, újságíróként nagyon örülnék, hogyha sokkal kisebb horderejű témákkal kellene foglalkoznunk, mert képes lenne együttműködni egy ellenzék és egy kormányzati oldal, de nyilvánvalóan ez azért tényleg naivitás. Látható-e, hogy egyáltalán valami irányba elmozdul ez a dolog? Hát mondom, ez attól függ, hogy az elkövetkező egy-két napban a különböző politikai erők egyébként hogyan értékelik a választási eredményeket. És azon túllépve, van-e arra forgatókönyvük, hogy ebben a helyzetben mi a következő lépés? Na most itt kell megtalálni azokat a pontokat, hogyha erőből nem megy, mert úgy tűnik, hogy hát erőből senki sem fog menni. Így van, tehát erőből senkinek nem fog menni, tehát megtalálni azokat a pontokat, és nem csak arról beszélek, hogy a kormányzati egyeztetések szintjén találják meg a pontokat, hanem konkrét ügyekben találják meg az együttműködés különböző metódusait, lehetőségeit. Ha ez megtörténik, akkor könnyen lehet, hogy valóban Magyarország az előtt álló feladatokat meg tudja oldani. Itt láthatunk egy szép tortát. Ez jól mutatja ez a, hát ami kialakult, hogy 52-37. Tehát azt nem lehet mondani, hogy itt a kormányzat választásokat, vagy a kormányzat pártjai megnyerték ezt az önkormányzati választást. Tehát ezt így nem lehet mondani. Ez egyértelműen nem. Sőt, hát mondjuk az be volt borítékolva, tehát ahogy elvesztett a Fidesz a 2002-es választás, hogy eredményt nem fog produkálni, de hát úgy gondolom, hogy különösen a megyék esetében szerintem azért erre nem számoltak, hogy szinte ilyen eredmény lesz. Sőt, még a fővárosban is egy patthelyzet jön létre, abban az értelemben, hogy... Na arra még nézzünk rá, mielőtt elköszönünk, aztán bezárjuk az adást. Tehát, hogyha nézzük a fővárosi eredményeket, hát itt is látjuk, hogy maradt 95-68. De még mindig van még 4%, ami még de talán de... még módosítatja az adatokat, de úgy néz ki, hogy Demszky Gábor ezt megnyeri. De a mögötte lévő testület, egy teljesen más típusú testülettel kell most kormányoznia, és eddig döntő többsége volt az MSZP-SZDSZ-nek. Most viszont ez a többség egy... Márpedig úgy néz ki, hogy a Demszky Gábor egy mandátumás előnyére szűkül le. Tehát innentől kezdve az a fővárosi politika, amit a főpolgármester eddig vitt, az sem tartható tovább. Hát egy új Magyarország, egy új politikai közélet napjai köszöntenek ránk a holnap reggeli napfelkeltével. Reméljük, hogy ebből mindannyian jól és nyertesen fogunk kijönni. Magunkról, állampolgárokról beszélünk. Tanár úr, nagyon köszönöm, hogy a stúdióban velünk volt, és segített megérteni a politikai helyzetet. Kedves nézőink, megtisztelő figyelmét köszönjük. Viszontlátásra! Viszontlátásra!